Jó reggelt kívánok! 2018. június 21-e van, reggel 7 óra, a helyszín pedig Horvátország, Starigrad, Plakrenica. Az az állat, amit ott szedszenek látni, arra én nagyon haragszom. Hogy miért, arról majd később. A június 21-éből a szemfülesepek már összerakhatták, hogy ma van a nyári napforduló, és jól látszik, hogy 7 órakor már milyen magasan van a nap. A helyszín, ahol vagyunk, Zadártól északnyugatra kb. 40 km-re található Camp Igor. Ez egy kis minikemping. Így, ahogy fordulok körbe, jól látszik, hogy attól függetlenül nyakig tele van. Leginkább németekkel és lakókocsisokkal, amivel persze magában nem lett volna baj, hogyha mondjuk tegnap nem gondolta volna mindúgy, hogy éjfélig dorbézolni kell. Most persze mind kussolnak, azért nem tudom, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha mi meg most reggel 7-kor gondolnánk úgy, hogy nekünk is dorbézolni kell. Az egyetlen sátrazók mi vagyunk, oda, abba a pontba engedélyezték, hogy betehetjük a sátort. Ezen kívül lett volna még egy választás ott a zöld doboz mögött. Összesen 2 sátorhely van, a sátras turistákkal gyakorlatilag már egyáltalán nem számolnak itt sehol. Megsúgom, hogy millió a kempinghely is lett volna itt a környéken. Oka van annak, hogy most mégis bejöttünk, és most muszáj volt bejönni. Az ugyanis, most következik egy rövid bringás etap, üres biciklikkel, egy ilyen csillag túraszerűség, és hát emiatt. A terv az, hogy bepakoljuk oda, vagy az olajfa, na mindegy, szóval valahol az árnyékba a cuccost. Az összes csomag megy be, és akkor egy olyan, nagyjából egy olyan 2 órás kitérő lesz. Szokták nézni az én videóimat, azok tudják, hogy hát jó pár jelenet kezdődött már a budi papírral. Hát most is azzal kezdünk, de ez most kivételesen nem lesz humoros. Mondom a tegnapi napot, a tegnap estét, mert igazándiből ez az érdekes, bár vissza kell menni egy picit délre. Bezabáltunk Kanamáriból, illetve igazság szerint csak én. De már ott volt valami, ugye a közepén, hogy valami nem stimmelt, a felét nem is tudtam megenni, és bepakoltam, hogy akkor majd este itt. És akkor megérkeztünk, akkor hirtelen rám jött egy ilyen némelygés, és talán az utolsó slitben még elmélkedek is róla, hogy mi várható. Nos, hát a legrosszabb várakozások jöttek be. Hányás, fosás, gyakorlatilag minden. Most annyi, hogy az éjszaka az nyugodtan telt, úgyhogy talán ez egy kis bizalomra ad okot, de a probléma az, hogy nem igazán tudjuk, hogy most hogyan tovább. A főszereplő a mai napon lehet, hogy ez, illetve hát jobb hiány a víz lesz, mert a folyadék az kell. Az, hogy most egyáltalán erre mit lehet enni, vagy mit nem, az jó kérdés. Ez még tovább gondolástárgyát képezi. Csak azért tartottam fontosnak ezt elmondani, mert nyilvánvalóan ez a helyzet a filmben is rá fogja nyomni a végét, és nem pozitív értelemben.
akkor kaja közben, ha egyáltalán ez a sütemény ropogtatást ezt kajának lehet nevezni, elmondom akkor körülbelül, hogy mi várható mára. Hát itt vagyunk Starigrád Pakkanyzában, illetve pontosabb akarok lenni, itt, itt alatta található Szelce, nem Szeline, bocsánat, itt. Annyi a feladat, hogy itt egy kicsit még visszatekerünk, majd pedig felmegyünk, majd nézzük a Pakkanyzá Nemzeti Parkot. Na most itt gondolkodás tárgya volt az, hogy ezt igazándiból ez egy gyalogtúra helyszín, azt kell róla tudni. És itt ezeket a területeket, mindenféle turista ösvényeken be lehet járni. Itt vannak egyébként a Velebit-hegység legmagasabb csúcsai is. Na de, nekünk haladni kell, és hogy milyen nagyon fontos, azt majd mindjárt elmondom. Szóval menjünk annyiban, hogy kerékpárra feltekünk, ameddig lehet, közben pedig szétnézünk. Volt most egy tévéműsor, Pisti, most figyelj, ez volt a produkció, egy mentalista kivette a lelkét magából, így, rárakta egy mérlegre és megmérte. Az anyja. Mit tippelsz? Mennyi volt? 25 deka. Na most csak az a kérdés, hogy vécézés előtt volt, vagy vécézés után. Egy biztos, tegnap én is kitettem a lelkemet, este. Hát nem 25 deka volt, maradjunk annyiba. Mert ugye van az, hogy valaki érzékeny a tengeri herkentjükre. Ez nálam eddig még nem volt jellemző, mert tavaly is végigzabáltam a tengerpartot. De hát lehet, hogy most csak rosszul álltak össze a körülmények, illetve hát azért az se lehet 100%-osan kizárni, hogy mégis volt valami baj annak a kalamárinak, mert hát tulajdonképpen az étteremben rajtunk kívül senki sem volt. Nyilvánvalóan majd csak a folytatásban kapunk választ ezekre a dolgokra, vagy lehet, hogy még akkor se. Na akkor nézzük a tettest. Tulajdonképpen még most sem néz ki túl rosszul, de hát hiába. Meg vannak számlálva a percei. Ez most az, amit elhoztál az étteremből, vagy amit kihánytál? Humoros a csávó. Nagy baj az, hogy én a kalamárival tavaly életre szóló barátságot kötöttem. Úgyhogy előfordult, hogy az idén még lesz egy dobása. Utolsó simítások a sátran, begortunk mindent, és akkor mehetünk. Néhány kommentben olvastam, hogy szó szerint idézek, milyen jó menő videóid vannak. Nos hát akkor most is megpróbálunk megfelelni a várakozásoknak, ugyanis egész nap menni fogunk, mégpedig nem is keveset. De először viszont külön program következik, Horvátország egyik legütősebb természeti látványossága, ami nem más, mint a Paklenica kanyon. Ebben a másodpercben indulunk. Nézzük a tegnapi nap adatait. Ugye nem gyenge nap volt tegnap, 107,32, ez jól látszik, nézzünk egy kis szintet, 762, ahogy azért 1414-ről indultunk, azt azért nem szabad elfelejteni, de volt benne 30 km múrva is. Sokan kérdezik, hogy mennyire pontos ez az óra. Tudjuk, hogy légnyomás alapján állít. Na akkor tessék figyelni, jelen pillanatban 71 méteren vagyunk, és akkor mutatom, hogy a tenger így ennyire van. Tehát ez mit jelent, Pisti? Hogy olyan másfél méter, igaz? Igen, na, tehát akkor tegnaptól csak ennyit tévedett. Tegyük hozzá a GPS-t, talán így lehet látni, de állni inkább így. Tehát ugye a tényleges magasság az ennyi. De még mielőtt valaki azt mondaná, hogy na jó van, akkor azonnal kukába vele. Közlöm, hogy természetesen ezt állítgatni kell, lehetőség szerint minden nap. És ezt meg is tesszük. Isti azonnal megjegyezte, hogy azért szokni kell a könnyű biciklit. Hát ez könnyebb, mint a súlyost megszokni. Először első lépésként vízvételezés a vízes blokkba. Az más kérdés, hogy a horvát postaliska langyos víz az mennyire tesz jót a gyomorrontásomnak, tehát nincs más választás. A torkodnak jó lesz. Mert ugye a torkom sem gyógyult meg, tiszta lehab ez az egész, mi? Kemping bemutató majd, hogyha visszajöttünk. Nem volt különösebben drága hely, sőt, hát ha úgy veszük, akkor talán eddig ez volt a legolcsóbb. Na de hát nekünk ez is sok, mert ugye mi magyarok vagyunk, nekünk minden ingyen kell. Amire elsőre látszik, és mondjuk erről még eddig nem beszéltem, hogy az idő az fasza. Olyan fasza horvátos, mint ami ennek lennie is kell. Normál helyzetben ugye ez a természetes, de ezt csak azért mondom el, mert holnapra 20 mm eső fog. Na tehát, Starigrád Pakrenica, jövünk vissza.
1800 fős település, szinte teljes egészében most már a turizmusból él. Nem volt ez mindig így, ugyanis ezt úgy hívták ezt a városkát, falvat valamikor, falvacskát valamikor, hogy a halottak városa. Pisti azonnal leütötte a poént, amit már éppen mondani akartam, hogy biztos ők is ettek a kalamáriból. De nem, ez a római időkre vezethető vissza, amikor Tiberius császár temetkezési helynek jelölte ki a települést. Közben sandítunk a Velebit felé, mert ugye oda igyekszünk. Érdekes módon innen a kagyon nem látszik, egy picit talán ott, ugyanis nem függőlegesen megy befelé, függőlegesen ilyen szó, szóval nem egyenesen megy befelé, hanem így harán. Teker a kolléganő is. Nagyon helyesen tesz ide, egyébként úgy bringásokkal összességében nem nagyon találkozgatunk. Sőt, talán a két nappal ezelőtti csomagos bandán kívül nem is tudom látni senki. Na ott kanyarog a kanyon, egyelőre csak fényképen, de alig 2 kilométer is ma ott is vagyunk. Ott az alanszálló, tegnap már mutattam, ami ugye arról híres, hogy ott van a Winnetou Múzeum. És akkor ezzel majdnem szembe, csak mutatom, kell bekanyarodni. Itt is kempingek, kemping hátán. Egy például egészen nagy pangesz van, gondolom az áram miatt. Minél közel vagyunk a szurdok bejáratához. Igen, itt is van egy, ez is szinte majdnem üres kempingmarkó. Ez azért amiatt is van, hogy ez nem közvetlenül a tengerparton van. Tehát ez most egy dolog, hogy sok mindenkit a szurdok érdekel, de most 150 méter miatt inkább lemennek a tengerhez. Éppen azt beszéljük Pistivel, hogy ezzel jobban jártunk volna, egyrészt mert sokkal árnyékosabb, mint a másik, másrészt meg a német dorbézolást azt lehet, hogy ki lehetett volna hagyni. Jó, akkor most már koncentráljunk a lényegre, tehát akkor először is a túra résztvevőinek bemutatása, ha valaki most kapcsolódik be. Itt van rögtön István Pisti, akinek a súlyánál csak a térfogata kisebb. Az viszont, hogy hány köpcent is, azt most egyelőre senkinek kérdezze meg tőlem. A rehabos részleget pedig Kobrankó képviseli a mai túrán. Gondoltam még Donald Trumpra meg Kim Jong-unra is, hogy esetleg beszállhatnának hozzánk, ha más nem, akkor legalább üres bringás etapba. De egyrészt magukkal vannak elfoglalva, másrészt meg egyikből se nézem ki, hogy tudnak biciklizni. Donald Trumpból még azt sem, hogy egyáltalán látott biciklit valaha. Már rögtön meg is álltunk, természetesen most még csak egy fotó elejéig. Itt van a bejárata a Paklenica Nemzeti Parknak. Azt azért elmondom, hogy a Nemzeti Park az ugyan egy, de kanyonból kettő van. Ez a nagy Paklenica, Szurdok kanyon, itt a bejárat, a Velki Paklenica. A csávó a 40 fokhoz öltözött. Az előbb még a kapucni is a fején volt, hát igen. Kell is az. Na itt már látszik egy-két tradicionális dolog, például itt van víz, de mondjuk nem ezt akartam mutatni, hanem ott tessenek csak szembenézegetni ezeket a házakat. Ezek a tipikus velebiti építészési módok, egy pillanatra meg is állok. Felállok ide a levendulásba, csak azért, mert így tudom jól megmutatni ezt a házat. A tradicionális építkezési mód az az volt, hogy négyzet alakú volt az alaprésze, és a tetejét pedig ilyen boltívesre csinálták meg, és kőből, illetve betonból van a felső része. Ez azért van, mert így védekeztek a meleg ellen. Az egész úgy néz ki, mint egy ilyen felszín fölötti pince. Pisti okoskodott most egyet, és tulajdonképpen lehet, hogy valahol igaza van, hogy a sötét középkor kevesen tudják, hogy nem csak azért hívták sötét középkornak, mert hát akkor olyanok voltak a viszonyok, hanem azért, mert akkor volt egy ilyen kis mini jégkorszak, egy elég komoly lehűlés volt, és ezek a házak időpontban körülbelül akkorra tehetők, tehát akkor még korántsa volt itt ennyire meleg. Meg is érkeztünk a bejárathoz. Egy dolgot tudok, Pisti, hogy kegyetlenül drága a belépő. A srác ebben a másodpercben hoz egy térképet, állítok 2 kilométert tudunk bringával fölmenni. Hát az meg nem igazán sok. Na, meglesintjük. A Paklenica a mountain bike-os ismertető. So, we are here and this is this way for bikes. Okay, okay. Then we would like to go up the canyon. But only 2 kilometers. Only 2 kilometers?
Megmondom őszintén, hogy ez ilyen hepehupa lehet is, ilyen szarszáraz melegbe. Itt végig menni, ez nem egy nagy szám. Itt jól látszik egyébként, hogy ugye van a Velkapa Krenica, meg van a Manapa Krenica. Most ebben úgy tudom, hogy támít gyalog se nagyon, meg ez talán nem is fizetős ebben. De nem, itt is van valami kapu. Figyelj csak! Ez a turista ösvény, aha. Az extrém sportolók már indulnak is befelé. Mondjuk van ott hova mászni. Hát annyiból jól jártunk azért ezekkel a térképekkel, hogy azt nem igazán tudjuk használni. Itt viszont egész jó lesz ez a Novigrádi öböl, illetve a Velebi csatorna melletti rész, mert ez a délutáni programunk. Itt fogunk majd végigjönni. Mondom a tényállást, hogy 100 utat fizettünk, viszont kaptunk free-be egy ilyen térképet, amit mindennel, úgyhogy ezen már szerintem el fogunk igazodni, de mutasd egyet! Az összes tiltás rajta van, mi? Mint a legfontosabb tényező, és akkor 2x60. Hát ez kb. 2700 forint fejenként, és 2 km tudunk rajta menni, az a vitempontban, még hogyha emelkedés is van, akkor talán mennyi lesz egy olyan negyed óra, 20 perc? Na most mindjárt megkérdezem a csávót, hogy itt utasa van meg a térkép, hogy meddig. Ezek egyébként a tanösvények, úgy tudom, hogy Vinettu tanösvénynek hívják. Oldalt megint a szokásos instrukciók, soha nem menjél egyedül, ne dobáld el a cigit, vegyél vizet, legyen nála az első segély, figyeljed az időjárást, hát minden körülményeknek megfelel. Na, akkor ugorjunk neki a egyébként nem túl erősnek ígérkező feladatnak. Hát felmegyünk, ameddig lehet bringálni, most ez a terv, aztán utána majd meglátjuk, hogy még ott milyen lesz a mozgástér. Megfelelően István Pisti lent strázsál, vagy lelakatoljuk, mert elvekben az is van lehetőségreként, és akkor majd eldöntjük fent. Nyilván attól is függ, hogy mennyien vannak, milyen kinézetű alakok. Fú, hát igen. A tipikus horvát nemzeti park, ahol még fingani se lehet. Egy dolog viszont talán magyarázatként ide jön, hogy itt azért annyian szoktak lenni főszezonban, hogy azért regulálni kell a népet. Mutatom a névadót, itt folyik lent, jól lehet látni, egy csepp víz nincs benne, és még nem is vagyunk júliusban. Ez csak azért felettébb érdekes, mert az állítólag ez a két kanyon közül a nedvesebb, a másikban az évnek szinte, hát talán csak egy ilyen 1%-ában van víz. Pisti megnyugtatott, hogy maradjunk itt, mert holnap biztos lesz benne, ugye 20 mm eső, és akkor ebben a másodpercben el is találtam a Vinettu tanösvényt. Én többször emlegettem már Vinettut, miközben van Horvátországhoz egyáltalán. Hát ugye a film, és hát erre akaszkodtak most rá, ebből csináltak turista attrakciót, hogy annak idején, 1960-as évek elején itt forgatták a Vinettu sorot. De annyi eszük már nem volt, hogy a katalógusokban, a propaganda kiadványokban a normális adatokat közöljék, mármint azt, hogy nem a Gojko-Biticsféle NDK jugoszláv Vinettut forgatták itt, hanem a másikat. Az NSK francia jugoszlávot, Pierre Brissel meg Lex Barker. Egyáltalán nem mindegy, mert az egyik ugye a szocialista Vinettu volt, a másik pedig a kapitalista. Tito persze beengedte a kapitalistákat, tehát a pénz az fontos volt. Úgy tudom, hogy ebből a szériájú Vinettuból legalább 8 részt forgattak le, és nem csak itt, hanem egy részét a Plitvicei tavaknál és Boszniában is. Említettem a Vinettu múzeumot is, az a Alan Hotelban van berendezve, ott szállt meg ugyanis a stáb, a Konstantin film és a horváti Adran film legénysége. Ezt időhiányában valószínűleg kiadjuk, viszont hogy ne kesedjen el senki, nagy valószínűséggel meg fogom tudni mutatni, hogy 1962. június 6-án hol ugrott fejeste a másfél méteres vízbe golyóstól a bolond indián. Közben szépen nyílik a kanyon, az út minősége fasza, és hát már most is látunk sziklagazatokat, egyelőre itt még nyílik, tehát igazándiból már szűkülnie kéne. Valahol azt olvastam, hogy a tordai hasadékra hasonlít leginkább, és némi rokon vonást mutat a Szádőri völgyel is. Hát egyelőre még nem úgy tűnik, viszont a kabócák, ami elképesztő, hogy döngenek. Kicsi kasztant egyet. Vinettu 4-es tanösvény, itt a kis katalógusunkban le van írva, hogy hol, mi, merre, hány méter. Az adott tanösvények megállópontjainál éppen mi van. Mutatom azért a sziklákat hátrafelé is. Nagy valószínűséggel majd lefelé menetben is csinálok egy gyors sportkamerás felvételt. Csak azért, hogy perspektívus kameraállásból hát ha kicsit más képet. De egyelőre olyan bődületesen nagy sziklafalak nincsenek, hogy nem férjenek be ebbe is. Ahol most vagyunk, ez a Veliki Pakrenica.
ugye van a kis testvér, a Máne Paklenica, ez 14,2 km hosszú fölfelé, ebből 2 km az aszfaltos út, utána csak gyalog lehet tovább menni, majd később a bunker nevezetű részen a kanyon összeszűkül, ez egy olyan 50 méteres szakasz lehet kb. Utána kicsit kitágul, majd pedig megy egy olyan, hát nem is tudom hirtelen mennyit, erdőben, végig ilyen rakott kőösvény van, majd pedig eléri a különböző pontokon létesített turistaházakat. Az átlag turistáknak általában a Dom Paklenicát szokták ajánlani, azt hiszem talán 6 kilométerre van a bejárattól. Pisti, mi az, ami feltűnő így előre, elsőre? Nincs ember. Pontosan! Csodálkozunk, de tényleg, senki. Na most két dolog lehet, illetve hogy Stampics az előbb helyesbített három, vagy túl korán van, 9:45, amit koránnak számít, főleg ha éjjel egyik dorbézol mindenki a kempingekbe, vagy hogy még nem igazán van szezon, a harmadik, hogy Villettú rendezkedett. Alakulnak azért a sziklaformák, de a tegnapi napunk után ez még egyelőre nem különleges. Na de ez már igen. Most már szép. A legmeredélyesebb részén a kanyon eléri állítólag a 700 métert is, ami hát azért nem kevés. Pistya azt mondta, ő fényképez egyet, hogy azért mindenképpen legyen már olyan is, amiben rajta vagyunk. Ha már a fényképeknél tartunk, akkor én láttam fényképet, amíg ez a terület itt végig tele van autóval. Valami jön, már csak kizárásos alapon, mert a víz az nem zubog. Természetesen a helyek megpróbálják meglovagolni itt a kerékpáros turizmust is, de ide igazándiból azok jöjjenek, akik gyalogtúrázni vagy sziklamászni szeretnek. A többi rész, amit ott mutogattak az ismertetőbe, az kerékpáros szempontból eléggé nulla. Bevallom őszintén, azért egy picit reménykedtem benne, hogy hát ha lesz azért víz a patakba, mennyivel másabb a hangulata, a feelingje, hogyha zubog a folyó. Különben rohadtul csapadékos volt idáig a nyár, és úgy látszik itt ezen a mediterrán déli oldalon már ez is kevés. A Nemzeti Parkot 1949-ben alapították, és Horvátország egyik legidősebb nemzeti parkjáról beszélünk. Egyetlen egy idősebb van, illetve volt, ahol tegnap voltunk, a Dabár környéke, a Stirovica, és ezzel kapcsolatban egy érdekesség, még tegnap nem mondtam el, hogy 1928-ban alapították, és 1929-ben már meg is szüntették a védettségét, ugye elsősorban a fakitermelők lobbiának köszönhetően. Na itt vagyunk fent a első parkoló, lehet ez Pisti? Úgy Csasper kb. Én azt gondolom, hogy innen talán mi még bringával tovább tudunk venni. Itt már látszik, hogy irányítják a Nemzeti Parkőrök az autókat. Hát igen, ki kell igencsak centizni, a Tátrában is így van. Ott a bringa parkoló, van ott egy-két leláncolt bringa, úgyhogy hát van, aki már ott próbálkozik. Szlovák csávó tartja a kötelet, meg is van az oka, hogy miért. Ugyanis a mediterrán régió egyik legfelkapottabb sziklamászó paradicsomáról beszélünk, mindegy 400 út van fölfelé a falakon. Egy táblán ebben a másodpercben közölték velünk, hogy itt fölöttünk ez a királycsúcs, hogy ha valaki úgy gondolja, akkor már ugorhat is neki. Na most a jó hír az, hogy megvolt a 2 kilométer, ennyit tudtunk jönni, és arra tovább már valószínűleg nyet. Igen, ide rakják le a bringákat. Na most az igazi gond az, hogy nem csak az a fő probléma, hogy gyakorlatilag lehetetlenség lenne ezen tovább menni, hanem hát kimondottan tiltják. Ami még izgalmasabb, hogy mindenhol őrök vannak. De amint látszik, említettem, igencsak felkapott hely. Járnak ide mindenféle népségek. Nem mondtam ki, hogy mindenféle faszok, csak megmutattam. Nem semmi, hogy már nem csak faszoknak tartják magukat, hanem így csináltattak is róla matricát. Víz hangzik a hegyoldal, gondoltam már megnézem, hát ott tessék nézni, ott zajonganak a delikvensek. Hát van még hova menni. Pisti engedélyezett 12,5 percet gyalog, ami azért is fontos, mert 10:30-ig el kellene hagynunk a kempinget, annyit mondott a srác, tehát nagy körbenézésre nem lesz lehetőség. Egy picit felmegyek, aztán ennyi volt. Azért az elmártmány szállító autó is nagyon küszködik. Hát annak még csak-csak, de mi itt bringával nem tudnánk feljönni.
Nem föltétlenül az útviszonyok miatt, inkább a meredekség miatt. Vinetto. Ezzel kapcsolatban rögtön egy véletlen egybeesés, és van itt egy olyan szikla, hogy Manitou, azt hiszem talán itt a bal oldalon, illetve egy barlang, Manitou Pes, az a leghíresebb, egyik leghíresebb horvát barlang. És tudjuk, hogy a Manitou, a nagy Manitou, az az indiánok főistene volt. Fiatalok készülnek az orom meghódítására, és mutatom, hogy lesz hova menni, de mondjuk én sziklamászó nem igazán lennék, szóval engem ez nem volt. Tehát az, hogy órák hosszat eltölteni egy ekkora pár négyzetmét ennyi területen, és fölmenni, hát ugyanezt mondjuk a bringásokra is mondják. Na nézzük akkor meg még a Hömpölygő folyót a másik oldalról is, és akkor már kocogok is tovább. Az elébb említett barlang érdekessége, hogy az 1961-es ezüstjó kincsét azt abban a barlangban forgatták, ugye ott volt a kincs, viszont az ezüstjó, ami a barlang előtt volt, az nem itt van ám, hanem az meg a Plitvicei tavasznál, a Kuluderovac tónál lett itt fel. Tehát magyarul mikor kirontanak a végén a barlangból és bedobálják a nemes fémet a tóba, akkor a kettő között van 150 kilométer. De hát ezt a nézők úgyse veszik észre. Itt viszont van egy WC, gondolom benne van a 2700 forintban. Nézzük meg, hogy milyen minőségileg. Na hát ez olyan, 2700-ért lenni kell. És légkondi is van. Sokan gondolom már megint mosolyognak, hogy Kobrankó a Budit mutogatja, pedig azért el se tudja senki képzelni azt, hogy mennyire fontos információ ez például olyan helyen, ahol ekkora tömegek járkálnak. Újabb mászók. A hegymászó körében természetesen azért nagyon népszerű a hely, mert a sziklafalak átlag 400 méter magasságúak, és a legtöbbje teljesen függőleges. Egy érdekesség, Underground Secret of Paklenica. Felmegyek. És már tudom is, hogy mi ez. Kizárásos alapon ez csak a Titó bunker lehet, és szinte teljes egészében biztos. Igen, ez a szűkület különben, amit itt látunk, ezt amúgy is úgy hívják, hogy a bunker, és onnan kapta a nevét, hogy hát ez a legszűkebb pontja a kanyonnak, aztán később majd egy picit ott ki fog nyílni, és ott több irányba is lehet már menni, a különböző oldali hegyeket megtekinteni. Egy pillanatra belesek, nem tudom, hogy ez benne van egy egybe, vagy csak úgy be lehet érni, minden esetre nincs itt senki. Picit följövök, hát nincs idő nyilván végigjárni. Az jól látszik, hogy ez egy modernkori építmény, Titó építette, mi pedig úgy tudom, hogy eredetileg ez ilyen atombiztos bunkernek épült az oroszok segítségével valamikor az 50-es években. Megyek, ameddig lehet, aztán majd meglátjuk. Majd pedig, mikor összebalhézott az oroszokkal, és ez még nem volt kész, akkor utána úgy fejlesztették át, hogy már az oroszok ellen. Na, úgy látom, hogy itt van egy egész komoly kiállítás. A helyi látványosságokból állatvilág, növényvilág. A park területén mindegy 1000 növény van, abból 79 endemikus faj. Különlegesség az orszíni vipera, nem tudom, hogy most azt látjuk-e. Tulajdonképpen bármelyik lehet, de hülőkből van dögivel. Maradjunk annyiban, hogy ezek közül egyik se a kedvencem. Úgy tudom, hogy van itt egy spéci csalán is. Na, még menjük egy picit, aztán majd meglátjuk, hogy meddig lehet menni. De azért a világban nem kéne, mert úgy tűnik, hogy ez egy hatalmas terület. Na, nem megyek tovább, mert fosok, hogy eltévedek, és ráadásul nincs itt az égvilágon senki. Ezt is elég furcsának tartom. Látszik, hogy a szellőző rendszert annak idején komótos munkával kidolgozták. Mondjuk Titó biztosra ment. Ennyire közel összebalhézni az oroszokkal, az nem volt egy életbiztosítás. Na hát akkor erről ennyit. Legalább egy picit hűvös volt. A teljes terület 9600 hektár, ebből a Velika Paklenica közvetlenül itt a talp, a völgy talp és a fölötte levő sziklák, az körülbelül a 94 négyzetkilométernyi terület. És akkor említjük meg még a szomszéd kanyont is, ami körülbelül ugyanez, csak 20%-ot vegyünk le belőle. Itt vannak a bunker további ki, illetve bejáró. Hát annyi eszem van, hogy nem vittem aksit, ez meg már az utolsókat rúgja. Így sajnos nem tudtam megmutatni Horvátország legmagasabb szikláját, az Ancia Lucát, 712 méterével. Itt van nem sokkal feljebb.
Nyilván itt nem a magasság a lényeg, hanem a sziklafal mérete. De hogyha valaki a magasságra vágyik, akkor az is mehet tovább, ugyanis innen közelíthető meg a kanyon végén a Vaganski Vrich, azaz a Velebitnek a legmagasabb csúcsa, 1759. Mondok jobbat, hogyha valaki a második csúcsot, a Svetbrdót akarja megmászni, ami csak pár méterrel, 1751 méterével, itt a Malapakenyica kanyonnak a végén van, sőt a kettőt össze is lehet kötni egy körtúrával. De azt már nagyon óvatosan, ugyanis a két kanyon között ilyen eszméletlen sziklabirodalom van, szintén járhatatlan kődzsungel, és még aknák is figyelnek jó pár helyen. Pisti, ez nem az én napom. Kobrankó nem csak, hogy rossz lábbal feküdt le tegnap, hanem rossz lábbal is kelt. Kifogyott az aksi. Akkor nézzük az ismertetőt, ha már élőben nem tudtam megmutatni. Érdemes megnézni, hogy folyik a víz. Igaz, olyankor a fákon nincsen levél. Na, itt a térkép. Hát, meg nem mondom így hirtelen pontosan, hogy meddig tudtam feljutni. Érdekes, hogy úgy tűnik, mégiscsak láttuk az Ancialukát, amit emlegettem. Ott a bunkerrel szemben az a fal, ott lehet is látni. Erről körülbelül egyet mentem föl. És ezzel lehet látni, hogy itt azért egészen nagy terület van. Tehát lehet a világba bolyongani. Itt van, még egyszer mutatom, a Dompakrenyica. Idáig szoktak felmenni. Viszonylag egyszerűen. A többi rész az már inkább sziklamászós buli. Hát megmondom őszintén, azért annyira nem vágódtam hanyat az egésztől. Egy jó hír viszont van, hogy az óriási mennyiségű autókhoz képest azért elég szépen osztik a tömeg. Na akkor indulunk lefelé, szépen lassan lecsurgunk komótosan. Én közben feltettem a sisakkamerát, ezzel fogok nézelődni. Jól látszik, hogy a sziklák fehérek, triász időszakra tehető a kialakulás, 250 millió év, és hát jó tagolt a felszín, vannak itt 39 barlang van, még több víznyelő, hatalmas szakadékok a turisták által nem igazán járt területeken, szintén a leghíresebb, úgy tudom, a Bunyevác szakadék. Tömeg azért úgy már szépen lassan kezd gyűrögetni. Egy érdekesség, hogy a Paklenica kanyon hivatalosan lakott területnek minősül, és a bejelentett lakosok száma 2 fő. Na, miközben gurulok lefelé, és azért forgatom a fejemet, hogy látszódjanak a sziklák, elmondok még egy érdekességet. Ez a Paklenica kanyon, ez stratégiailag egy fontos hely volt, hát ugye annak idején még a középkorban védhelynek minősült. Ide mindig bemenekült a lakosság, mikor jött a vész, de aztán később, a második világháborúban, illetve a délszláv háborúban is egészen komoly csaták folytak itt. Ezzel kapcsolatban gyorsan egy érdekesség. A szerbeknek azért kellett a terület, mert itt fölöttünk van a krajinai szerb rész, és mivel az az egyetlen vízforrás a környéken, és a tengerpart felé tulajdonképpen az egyetlen, folytatva az előző gondolatmenetet, a szerbek 1991-ben megpróbálták elfoglalni a kanyont, mégpedig fentről. A város ugye a Paklenicából szerezte be a folyadékot. Így akarták elzárni Starigrád, illetve a partmenti horvát települések vízellátását. A horvátok viszont léptek, és egy 60 fős önkéntesekből álló, alpinistákból, barlangászokból álló desszantentséggel, és a filmbe illő módon különböző csapdákat állítva, erről van egy hosszú történet a neten, most nem akarom hosszasan idézni, végülis megállították a szerbeket, és aztán egészen a háború végéig a krajinaiak nem tudtak lejönni. Jól néz ki különben maga a kanyon, ezen a részen is már ahol járható, csak a növényzet azért félig meddig takar, télen gondolom, hogy még jobban látszanak a sziklák. Iparilag is hasznosították magát a Paklenicát, itt vízimalmok voltak, és nem is olyan régen, még 1960-ban is 7 vízimalom működött. Hát most már ezekből én szerintem egy sincs meg, vagy ha van is, akkor az maximum csak ilyen múzeumi darab. Találós kérdés következik. Ki kaszabolta le itt az irokézeket 1961. június 32-én a Vinnetou és a Félvér Apanacsi című filmben? Mondok 4 lehetséges változatot. Vinnetou, Vágó István, Ollókezű Edvard vagy Kassa Tibi. Helyes megfejtők kapnak egy vérben pácolt konyhai tomahawkot díszcsomagolásban. Mondja István Pistő, hogy ez már egy kicsit fárasztó volt. Hogyha már Vinnetounál tartunk, akkor egy érdekesség,
újra forgatták a Winnetout most 2013-ban újra a németek, és megint itt, illetve a Plitvicei tavaknál. Az eredeti Kálmáj regényből egy három részes sorozatot csináltak, sokkal gyengébb mondom sem kell, mint ami az eredeti volt. Nem is nagyon értem, hogy miért forgatnak állandóan, mi értelme van ezeknek a remékeknek. Általában a legtöbbje mind gyengébb, és megpróbálják picit másképpen csinálni. Sőt, sokszor már a szereplők sem ugyanazok, átnevezik őket. Eklatáns példa különben a nálunk a Pál utcai fiúk, ugye az eredeti 1968-as Fábri Zoltán félét azt nem igazán lehet überelni, az annyira jól sikerült. Azóta már 4 készült, ilyen olasz, meg mit tudom én, milyen koprodukcióban, és most úgy tudom, hogy megint újra forgatják. Hát én nem tudom, hogy mi lesz. Tehát most már tényleg az lesz, hogy a szereplőket átnevezik, mit tudom én, Nemecsek nem hal meg, és Demecsek lesz a neve. Gerébből veréb lesz, és lehet, hogy nem lesz áruló. Bokát meg úgy hallottam, hogy átnevezik térdé. István Pisi azt mondta, hogy el ne felejtsen már bemutatni még így itt a legvégén Winnetou esőbeállóját. Ami egyébként tényleg komfortképes, egy baj van csak vele, hogy itt sose esik az eső. Hogy Pisti talán megjegyezte, napernyő helyett is jó. Nem tudom hányan figyelik, hogy vágtáznak felfelé a bringások, de nem is akárhogy. Na, úgy néz ki, hogy ennyi volt a Paklenyica Nemzeti Park. Kövekből tegnap láttunk eleget, tehát tulajdonképpen ez most mondjuk úgy akkor egy kis bónusz volt, egy kis kiegészítés. És kicsit féltem a tömegtől, hát ebből a szempontból nincs gond. Mehetünk. Dovigyénye, goodbye. Hát nem kizárt, hogy egyszer érdemes lenne visszajönni, de akkor már egyértelműen túra Bakkancsba. Megint látszanak ezek a spéci boltíves műemlék épületek, legalábbis egy részük, szerintem ezeket direkt hagyják meg ilyen állapotba, azért, hogy akik jönnek, azoknak legyen látnivaló, bár szerintem a legtöbbjüknek fogalma nincs, hogy ez érdekesség. Inkább úgy veszik, hogy csak egy felültett a lepukkant rom. Egy helytörténeti érdekesség még, ami a környéken jellemző, ezek a Mirilla kövek. Ezeket most nem tudom megmutatni, mert itt vannak valahol fent a hegyekbe. Ez egy ilyen pogány szokás szerintem, de nem is annyira régi, mert az 1950-es években is raktak le még ilyeneket. Ilyen sírkövek ezek, és a lényege az, hogy ott valójában nincsen halott, egyelőre távolságra vannak a lakhelytől és a templomtól, és egyfajta háromszög csomópontjában van, és így kering a halottak a szelleme úgymond, nincs bezárva. Hát nekem ez eléggé pogány szokásnak tűnik, de állítólag még 1950-es években is raktak le ilyen köveket. És az történik, hogy betámadjuk a poltot Sztaligrád központjába, csak az a kis picsa van, az a tegnapi, hát túl sok minden nagy választék nem lett. Megint ott az avanszálló, az a szociál épület. Sajnos az időmben már nem fér bele, hogy bemenjünk, pedig hogyha valakit érdekel, hogy bugatott rozsomák, a nagyapacs vezér, hogy tette magáévá villáblika a virokész kurvát, az nyugodtan menjen be és nézzen szét. Na, akkor össznépi bevásárlás következik, de valószínűleg diétás kajából. Na, akkor körbenézek. Tartunk egy ármustrát, de most már tényleg. Tehát ez egy kis Konzum volt. A Konzum hálózat az a horvátoknak, a Dobriden, az olyasmi nálunk a Coop. Elvégben van nagy bolt is, nagy szupermarket is. Itt ez most a kicsi, tehát ezek az átlag horvát árak. A szupermarket árait nem igazán kellene semmihez hasonlítani, de azt csak úgy megsúgom, hogy az körülbelül olyan 30%-kal lehet a miénk fölött, és ez pedig itt szerintem simán lesz egy, hát mit mondjak, szerintem a duplája. Vegyük akkor a tejet, azt mondja, hogy 8, egy olyan 350 forint. Ez még annyira nem is gáz.
A választék az viszont igencsak hagy maga után kívánnivalókat. Ha üdítőt nézzük, akkor ott van két darab Pepsi, ezen kívül csak a Coca-Cola termékei láthatók, illetve van itt jó pár ásványvíz. Egy dologra azért mindenki figyeljen, hogy árértékarányban az ásványvíz itt a legrosszabb. Azt inkább, aki tud, akkor hozzon magával otthon, hogyha autóval jön. Persze nyilván a víz az nagyon értékes dolog itt, mert egyébként meg csak víz sincsen szinte sehol. A kokta, a másfél literes, hát igen, csak drága. Nem vagyok benne biztos, hogy az én gyomromnak most ez jó. Valamiféle narancsban gondolkozok. Burek? Burek, ez a szírom? Szír. Jön. Vala. Pászki? Pászki szír. Aha. Is this hard? No, thanks. Hát nem tudom, mennyire tesz jót a gyomorrontásomnak, de veszek egy fantazmagóriát. Már csak azért is, mert muszáj, mert a cukorra szükség van az energiához. Aztán megfosat, akkor így jártam. Is there a small cheese? Maybe. Tukuna? Hát, nagyon silány a választék. Egy dolgot viszont megnéztem. A előző rész elején mondtam, amikor arról volt szó, hogy tudok ennyit beszélni, és én azt mondtam, hogy 44 betű van az ABC-ben, és hogy ezeket kell különböző sorrendben variálni. Hát most megnéztem, hogy hány betű van az ABC-ben. Nincs 44. Egy sincs. Van meleg burek, én direkt sajtost vettem, én a másikat nem meleg. Kérni kell, de úgy van, hogy burek sírom, a sír az a sajtos, a másik meg szerintem az a darált húsos, csak én azt nem mertem venni. De fasz a meleg, tehát ezt akár most délbe is meg lehet tenni. István Pisti nagyon nagy dicséretet fog kapni, hozott nekem egy barántot, és az tény kérdés, hogy ez remek bélflórajavító, és hogy állítólag jó a gyomornak, meg hasfogó is, hát reménykedjünk benne. Gondolom a nézők nagy részének unalmas, hogy mennyit rúgózunk ezen, de azért egy kerékpár túlán az igazi probléma, mert normál helyzetben kidiétázza az ember, ha egyáltalán tudja, hogy mi volt ez most, mert egy fertőzés volt-e, vagy mi. De egy kerékpár túlán kell az energia, különben nem tudunk tovább menni. Tehát nem az ma, hogy napkor beülünk, azt akkor el vagyunk. Majdunk annyiba, hogy ez most a fő probléma jelen pillanatban. Gondolom, az senkit nem lep meg, hogy megint jól kicsúsztunk az időből. A kempinges azt mondta, hogy 10:30-ig jó, hogyha pucolunk, mert különben probléma lesz. Ehhez képest 11 óra múlt 5 perccel, és még nem is vagyunk a kempingbe. És összes is pakolva, ugye? Még a sátor is áll. A kempinges csávó amúgy annyira haza volt, hogy este lehet, hogy össze is szegecselték, hogy nehogy szétessen. Úgyhogy reméljük, a hozzáállása is hasonló lesz. Úgyhogy húsi, de fekete már. A sátrunk az valószínűleg már olyan, mint a hőtárolós kályha. Hát nagyjából azért árnyékban van, bár azért azt nem árt tudni, hogy itt ebben az időszakban már így közel délhez már az árnyék, meg a nap között túl nagy különbség nincs. Most pedig egy óra szarakodás következik, hanem még több. Mindjárt mutatom, hogy a táskából gyakorlatilag egyedül a tartalék belső készlet nem lett kirakva, minden más kint van szétpakolva. Most azt vissza a sátrat megint be, és ezt a faszakis hadműveletet, ezt minden nap meg szoktuk csinálni kétszer. Ha meg kibérelünk egy szállást, akkor besétálunk egy törülközővel. Na, ez a kettő között a különbség. Meg persze a pénz. Pisti azt mondja, ha nem haragszok meg, akkor ő átveszi a fürdőbugyingóját, mint Csicsolina, de ezt élőben ne közvetítsem már. Pedig akartam. Indulás előtt beterveztünk még egy csobbanást. Megszemlézzük, hogy milyen a part. Na, fasza? Nem teljesen strandbarát, mi? Bár elviekben itt le lehetne lépni. Meg azt nézem még, hogy ja igen, hát még ott lehetne bemenni. Egy probléma van, hogy ott van az a monokinis csaj. Ott én kamerázni nem fogok tudni. Nem biztos, hogy jó néven venni. Bár megmondom őszintén, az különösebben nem zavarja, sokkal inkább az izopacsírt a pasira. Mert ezekkel általában van tartozékként mindig egy ilyen. De ugye az izompacsirtáról tegnap óta tudjuk, hogy az egy madár. Az artitókával együtt. Sátor összerakás gumival, vagy gumi nélkül? Gumival a biztonságos. Ej, cicmiz,
ezem azt a csőbb kiszáll, nélküled még a mennyország is fáj. Ígértem még indulás előtt egy kemping bemutatót, ami leegyszerűsítik a vizes blokk megmutatására, mert ennyi volt a szolgáltatás, tehát idézőjelben a szolgáltatás. Íme. Kultúrált volt egyébként teljes egészében, itt a zuhányzó fülke, ez a mosdó részleg, és akkor megmutatom a tegnapi tett helyszínét. Itt érdepeltem. Megmondom szintén, mondtam, hogy 15 éve, hogy utoljára hánytam. Nem olyan fasza élőben, mint amikor az ember beszél róla. Ahogy István Pisti mondta, néha fel kell említeni dolgokat. Nehogy véletlődig elfelejtjük. Nem igaz? Néhány dolgot nézzünk meg így indulás előtt. Hát először is itt van az időjárás. A mait azt... hol van a mai? Húzd le a mait. Itt túl sok probléma nincsen, tehát ez még rendben is van. Ez ugye pag. Na most akkor ugorjunk át a holnapira. Ez az, ami látszik. Ott azokat tessék figyelni. Töményes, egész nap hidegfront jön, és a hőmérséklet sem rossz, 19 fok, és akkor ott a hőérzet, ott a 19 mellett, azt a hetest tessék figyelni. Na az a hőérzet, és ez a kettő sárga pötty, ami ott ki van emelve, ugye 68-69, az a széllökések mennyisége, északkeleti szél, és szakadó esőbe. Tehát ez az, amiben nem úgy kerékpározni, szerintem még normálisan menni se lehet. Tehát ez vár ránk holnap, itt Pag-szigetének a felső részén. Különben maga a sziget nincsen messze, tehát hogyha ott átnézünk, ott a lakókocsi fölött, akkor ott már látszik a partja. Tehát szerintem úszva közelebb lenne, de mi, mivel bringával vagyunk, ezt nem tudjuk megtenni, ezért mutatom. Vagyunk Stalingrádba. Akkor itt még csinálunk egy húrkot, itt át tudunk jönni, itt lesz híd, és akkor ez itt az Adári földnyelv, és mi pedig elindulunk itt fölfelé. És akkor itt van az a híd, amit tegnap mutattam, innen a szembe levő oldalról, ezen átpattanunk, és a hivatalosan a Pag innen kezdődik. Van egy pár félsziget, és hát jutunk, amit jutunk, és az, hogy este mi lesz, illetve majd a holnapi nap hogy alakul, az megint rögtönzések sorozata lesz. Déli 12 órakor érzékeny búcsút vettünk Stalingrádtól, a kempingtől és a Paklenica szurdoktól. Ez még itt valószínűleg Szelinének lehet a külterülete a kikötővel. Egy utolsó keserédes pillantást vetünk akkor a Mala Paklenica kanyonra. Az az, ami kimaradt, mert oda nem mentünk be, kerékpárral természetesen nem járható. A kis testvér, hogy világos legyen. Itt van egy hatalmas összefüggő mediterrán fenyves. Éppen kiszúrtam, milyen fasz a táborhelyek lennének itt. Hát minden fán kint van a tábla, hogy tilos kempingezni. Ezek szerint már másnak is megfordulhatott ez a fejébe. Pedig azért, ha úgy végignézzük, nem az az ekte optimális hely. Ahhoz képest, hogy víz nem nagyon van a közelbe, és horvát tengerparti folyók is gyakorlatilag nagyítóval kell keresni. Lépten nyomon mindenféle vízeséseket reklámoznak itt a transzparensek. A Plitvice az még rendben is van, itt most Kravica volt kitéve. Az egész horvát tengerparton összvisz négy olyan folyó van, ami áttöri a partmenti hegyláncokat, és úgy egész évben szállít is vizet. A Krka, a Cetina, a Neretva, meg a Zrmája. Ez utóbbi mindjárt képbe is kerül, ugyanis itt jön be a hegy mögött a Novigrádi tengerbe. Ez itt viszont még a Velebiti csatorna, mégpedig annak is a legdélebbi pontján vagyunk most. Nem belő volt arra, hogyha áttekintünk, itt mindjárt elengedem a fát, és akkor most, akkor két dolog látszik. Hát egyrészt van ott egy nagy viaduk, úgy tudom, hogy az az autópálya híd, mégpedig a Novsko kanálon megy át, ami egy ilyen tengeri kanyon, ott látszik, és hát azon nekünk is át kell menni, de nem ez az a hídon, hanem mögötte lesz egy másik, majd azon. És ezzel tulajdonképpen már kezdetét is veszi a sziget túránk, ahol terveink szerint itt az összes Kvarner szigetet bejárjuk majd, mint patkánya ciszternát, minden lyukba benézünk. István Pisti szerint a hasonlat nem volt túl szerencsés. Lehet, hogy van benne valami, de az időjárás még megkavarhatja a dolgot, sőt, meg is fogja keményen, és még egyszer mondom, semmilyen B-tervünk nincs. Jobban is ártana. Én ugye válogatós vagyok, mondom, legyen betonplac létrás lejárattal, az volt, azt kihagytuk. Erre most itt meg aztán az égvilágon semmi. A sok bóját ott azt egyelőre nem tudunk rájönni, hogy azok mik lehetnek, mit célt szolgálnak. Gradina Modrić itt
reklámozzák fent. Igen, nem sokára itt jön Modrić, az egy ilyen kis altelepülés, Jesenicéhez tartozik. Hogy a labdarúgónak mi köze van hozzá, azt nem tudom. Friss emlékmű volt, csak mondom, és újra jövünk a háborús övezetbe. 91-ben a délszláv háború idején ugyanis itt nagyon komoly csaták főtt, leginkább a tengeri átjárók megkaparintásáért. Megálltunk egy másodpercre elemezni a helyzetet, mert továbbra is nagyon piszkálja az oldalmat, hogy miért nem látni a bójától a tengert. Olyasmi, mintha valami szlalompálya lenne, de én nem tartom valószínűleg, hogy ilyen mennyiségben. Tehát ez nem sport célból van, ez egészen biztos, hogy ez valamilyen ipari dolog lehet, valami halászati tevékenység, nem Pisti? Közben mutatom a Velebitnek mellettünk a déli leszakadását, ugye ez már a legvége, itt nem sokára kampó neki. Egy dolgot azért elmondok, ha valaki ezekben a hegyekben ott fent akar bóklászni, akkor az már nagyon óvatosan tegye. Ez a rész megint teljes egészében háborús övezet volt, és nagyon sok akna van még a mai napig is. Gyorsan akkor az útvonalról néhány szót, de ez itt még mindig a D8-as magisztrála, a horvát tengerpart ütőere, a fő közlekedési és talán egyetlen útvonal. Persze az autópálya most már némileg korrigál, de az ugye nincsen meg végig. A magisztrálát eredetileg Napóleon kezdte építeni, és ezzel kapcsolatban van egy érdekesség, hogy előtte meg miért nem építette senki, pedig hát azért lakott volt már évezetek óta a terület, leginkább a velenceiek vitorolták. Van magyarázat, mégpedig az, hogy a velenciek azok hajós népség volt, és nekik nem volt fontos az úthálózat, sőt, az volt a jó, hogyha egyáltalán nincs, mert akkor a szárazpolt felől nem kell védekezni. Napóleonnál meg ugye pont fordítva volt a logika, neki ütőképes szárazföldi serege volt, és neki logisztikailag a szárazföldi közlekedést kellett megoldania. Persze a jó öreg Napóleon sokáig nem tevékenykedett itt, úgyhogy arra kevés lett volna, hogy a nyomvonalat kialakítsa, mert ugye a nyomvonal itt a nehéz ügy, nem az aszfaltozás. Itt a sziklákban meg kellett csinálni az infrastruktúrát, ez volt nehéz. Maradjuk annyiba, hogy nem nagyon iparkodott senki egészen a múlt századig, amikor aztán úgy a 20-as, 30-as években már kezdtek farincsálni meg. Az igazi nagy lendület aztán Tito idejében indult meg. Most legutoljára, azt hiszem talán 2001 és 2007 között volt már a független horvát államnak egy egészen komoly beruházása, amikor tulajdonképpen az egészet befejezték. Ezt tessenek figyelni, jön a kollega. De azért ez, ebben van súly, mi? Na ez igen. Hello, hello. Pisti, ez nem földkörüli lehet? Lehet, hogy Ázsiából jön, nem? Vagy a hol sötét oldaláról. A fene tudja. Na akkor itt van Modrić. Összességében ez még nem a Velebiti csatorna legvége, csak úgy tűnik, mert ott az még majd megy tovább, hanem ez egy oldalöböl lesz. Na, a Modrić öböl teljesen ki van halva, de fasz a fürdőhely lenne ott a kis kápolnácska mellett, igaz? Csak nincsen bejárat. Ezt szerintem nézzük meg. Ja, az annyira se ki a tenger, figyelj, mert ez bokáig se ér. Modrić úgy sincs most itthon, nem fog minket zavarni, ott rugdossa valahol a labdát, tudod, az oroszoknál. Jó, ott a grill mellett lemegyünk. Na, lejöttünk ide, hát sikerült megtalálnunk a legtrébb tengerparti szakaszt itt a horvát rivérán. Egyrészt ugye nem látjuk a Sünciket, másrészt meg, hát itt egészen tovább, még nem tudom, talán még ott is talán térdig ér. Pisti azt mondja, ez fasza, hát csak egyet felejt el, hogy Kobrankónak ám igényei vannak. Itt vagyunk Modricnál, és ennyi van még a Velebiti tengerből, és utána átjövünk itt, az már a Novográdi tenger, lehet, hogy az hidegebb, mi? Nem, az a melegebb. Az a melegebb, úgy tudom, mert ez ugye az, amit kavar a bóra. Úgyhogy először is megnézzük akkor a vizet. Jó. Megfelel? István Picit előre küldtem, szedje össze a süniket a lábával. Azt mondja, ne fossak, nincs itt süni. A süni az olyan helyen van, ahol fürdeni szoktak. Itt meg nem szoktak. Azt mondja, hogy kicsit macska húgyszag van, de egyébként úgy rendben van, valószínűleg a növényektől. Azért meg tudja hozni az embernek a kedvét. Sűnmentes technikával próbálom megközelíteni az öblöt. Mégpedig, hogy seggen becsúszok. Na végre! Hát ez nem valami egetverően meleg. Pisti Vendvar már azt mondja, 2,5 perc, és már kezd kialakulni a lábúja között az úszóhártya. Én meg az előbb belenyeltem itt a vízbe. Ezzel nagyon kell vigyázni, mindenkinek mondom, nehogy véletlenül leharapjon valaki valamelyik polipnak a lábát, mert nyersen nem fincsi. Ha mondom, mi a helyzet? Így megpróbálok, így talán felülről mutatom. Látszik, hogy jó átlátszó, fasz a kék a víz, ezzel nincs baj. Itt felül nagyjából egy ilyen pár 10 centig fasza.
utána deriktáljon kurva ide. És az alatt pedig megint nagyon meleg. Na Pisti, tudsz erre magyarázatot? Szél, a bóra. Pontosan így van. Ugyanis itt vagyunk most a Velebiti öbölnek a legdélebbi pontján, és ide kavarja be a szél a vizet, és akkor itt ugye, ahogy közzácsapódik a partokhoz, teljesen átforog, és így pár nappal utána is még a víz fordítva hideg. Nagyon érdekes jelenség, ez különben van augusztusban is. Augusztus végén, ahol, amikor már pisi meleg minden, akkor is lehetnek nagyon látványos a hideg részek. Ajaj, leér a lábam. Azt a homokpadon állok. Hoppa, hoppa, Pisti! És csak? Azt mondja, Pisti, vigyázzak a sünökkel. Szerintem nincsenek sünök. Erre én úgy tudom, hogy a homokon nincsenek. Na jó van, én tovább nem sétálok, mert kagyló víz. Miközben a vízből jól látszik magnak a északkeleti oldala, tehát ahova megyünk. Elmondom, hogy muszáj matyobbanni, mert a további napok nagyon gyötrelmesnek néznek ki, nem csak csapadék szempontból, hanem hőmérséklet szempontjából is. Azért ez a hasmenéses fosással egybekötött gyomorrontás jót tett a putvábnak. Indulás előtt annyi háj volt rajtam, hogy szerintem másfél kiló tepertőt simán ki lehetett volna belőle sütni. És akkor nézzük meg István Pisti kocka hasát. Na. Mutassad a háj réteget. Nem igaz, hazudik. Ott nincs annyi. Az a nagyon jó, ha ilyen típusú kerékpár túrákban, ellentétben mondjuk, hogyha valaki autóval vagy busszal megy, hogy bármikor, hogyha lát egy jó helyet, akkor azonnal megállhat, és van választék. Lehet válogatni a faszábbnál faszább helyek körül. Lassan megyünk, jól szemügyre lehet mindent venni, nem kell kilódni a parkolással. Na most ehhez képest sikerült megtalálnunk a legtrébb helyet a tengerparton. Persze ezt így azért nem mondanám. Nem volt az olyan rossz hely. Érdemes megnézni, hogy csak innen nézve hányféle árnyalata van a színeknek. Ott egészen hátul is, tehát nagyrészt hőmérséklet különbség van, illetve a mélység valószínű. Ott a fasz a helyünk, csak mutatom. Amúgy az homok volt ott, ott tart tovább, csak ott nem volt jó bejárat. Még mindig kegyetlenül a D8-as magisztrálán tapossuk a kilométereket. Érdekesen fordul az út, hosszában látni a Velebiti csatornát, azaz a vörös tengert, illetve hosszasan a Velebit dél keleti fordulását látni itt, amit azt hiszem Ramnító Kárítónak hívnak, vagy valami hasonló. Az adriai tengerparti utat csak a volt délszláv államokban hívják magisztrálának. Hivatalosan tehát ezzel a névvel Koperből indul, és a montenegrói Murikánnál ér véget, az albán határnál. Tehát a három délszláv államot érinti Montenegró, Horvátország, illetve a Neumi koridorral Boszniát is. Jó az az ajtó ott befelé. Hordani kell magával mindig mobil hidat. Főleg, hogyha a vendég kilép térrészegen, akkor vannak meglepetések. Na most már szépen másztuk ki a hegyet. Itt lesz majd egy hágó. Át kell menni a másik oldalra. Na. Hú, na olyat se csinálnék, hátom vinni a szaldét. Jól látszik, hogy zárkozunk fel az autópálya szintjére, és igenis ott szerintem majd át fogunk vagy alatta, vagy fölötte menni. Egy újabb visszafordítás, és megint a Velebit csatornát nézzük hosszában. Innen úgy tűnik, mintha ez egy beltenger lenne, de nem, mert itt, ott a bal oldalon, van egy összekötetése a másik oldalon, tehát a Novigrádszko Mórjéval, de még egyszer mondom, ez innen még nem világos, majd ha átérünk, akkor lesz érdekes. Itt is kellett furkálni a magisztrálát. A teljes magisztrál egyébként 642 km hosszú, de ebben már benne van olasz rész is, ugyanis Triesttől számolják. Nemzeti parkok voltak felsorolva, egy sem volt különösebben közel, ez egyszer biztos. A pontos kereszteződés. Észnél kell lenni, mert viszonylag könnyen fel tudunk keveredni az autópályára. Pisti majd elnavigál, már összette a GPS, 28,6 fok, tökéletes. Még egy dolog van, azon kívül, hogy remek a kilátás, most a Velebitnek még egyszer mondom a déli oldalára. Meg is állok egy állófotó erejéig, bár Pakról is fogjuk véglátni ezt az oldalt. Valahol ott lehet a Paklenica kanyon, csak úgy tippelni tudok, és afölött van a Velebitnek a legmagasabb csúcsa, körülbelül úgy ott. Azt tippelem a
Vagansky Vrökre, és mellette a Sveti Bördó, szintén majdnem ugyanakkora, a két ikerhegy. És itt nem sokára vége van, az Rümája vágja ketté. Minden horvát autón ott leng a horvát zászló. Hát igen, kint vannak a VB-n. Na szóval, itt nem lenne jó most felcsúszni az autópályára, úgyhogy elhúzunk a csíkot. Jó kis vájú, van hőség, az ember nem is számít, és innen-onnan így a föld alól tűnnek elő utak. Mondja Pistő, hogy itt mögöttem, itt a fejem fölött kameráznak már vissza, mert úgy milyen fasz a kilátás, vagy ebbit felé, majd otthon megnézni. A közlekedési gyumbújt azonnal megmagyarázza az, amit ott szemben látunk. Ott, tessék figyelni, alig jöttünk valamit, és már megint víz van. Sőt, hogyha most itt ebbe az irányba belátnánk, akkor még lenne egy másik kanyon, az Rumájának a torkolata, ami a szárazföld felől jön. Tehát ez egyértelmű, hogy egy stratégiai hely, mivel csak ezen a pici földnyelven lehet bemenni a Zárai félszigetre. Hát ami bizony igencsak lakott és igen pontos hely. Ez az úgynevezett maslenciai nyak, ez nagyon nem volt mindegy, hogy kinek a kezén van. Legutoljára például a délszláv háborúban a jugoszláv néphadsereg első munkálkodása az volt, hogy Zadárt el kellett vágni a külvilágtól. Majd mindjárt folytatom a háború blokkfejtésemet, de most jelen pillanatban úgy tűnik, hogy eltévedünk. Ugyanis ez most megint valami autópálya felfutónak néz ki. Aha. Meg is érkeztünk egy jó helyhez, ez be volt tervezve. Ez pedig nem más, mint a Maslenica híd, és azért sétálok ide, mert talán meg innen látszik a leglátványosabban az, hogy mekkora hídról van szó. István Pisti be is állt oda a közepére, úgyhogy úgy nagyjából össze is tudjuk hasonlítani a méreteket. 63 méter mély lefelé, és 315 méter hosszú. A kanyon szélessége körülbelül így ennyi. A kanyonról majd egy picit később, majd mikor tekerek át, akkor majd mondok néhány dolgot. Először is megtekintjük itt ezt a két táblát. A bungee jumpingot azt is vegyük ki, mert ezek reklámtáblák. Sokkal inkább ez az, ami érdekes. Mégpedig az, hogy 1993, az emlékművet szerintem 12-ben állították, a 93-as dátum az, ami érdekes. A horvát hadsereg ugyanis akkor foglalta vissza a hídnak a helyét. Ugyanis a hidat 1991 végén a jugoszláv hadsereg felrobbantotta. Mégpedig azért, mert az volt a cél, hogy elvágják az Adriai félszigetet az utánpótlástól a szárazföld felé. Hello! 1993-ban, két év után a horvátok, a légierő és az akkor már szerveződő szárazföldi deszantegységekkel sikerült a térséget visszafoglalni. Ez volt az akkori léledező horvát hadseregnek az első ilyen komolyabb katonai sikere. És utána egészen 2005-ig egy ponton hidat építettek itt ki, és az működött. Na most ez az, amit végképp nem értek. Tehát ez a Moszkó-kanál legalább 150 méter mély, lehet látni a két oldalát. És hogy a ponton híd meg ugye nem tudom, lehet, hogy én nem emlékszem jól, de az meg a vízszint nem megy. Tehát akkor hogy csinálták meg? Hát biztos volt valami tünkje. Önbe sétálok befelé a közepére, csak azért, mert innen lehet majd igazán jól végiglátni magán. A Novszko-kanálon, ami hát elég húzatos, valljuk be, és már jönnek is szembe a hajók. Különben itt a kis tengeri kanyonon több filmet is forgattak, Vinettújék is például jártak itt, de gondolom, hogy ez már senkit nem lep meg. Nyilván a kanyon is vezeti a szelet, de sajnos ezen felül nagyon úgy tűnik, hogy a bóra kezd feltámadni, mégpedig észak-kelet felől. Na itt vagyok a híd kellős közepén, és most végig látszik a kanyon. Tulajdonképpen egy a 3 kilométernél nem hosszabb az egész. És mi az, ami még látszik? Hogy ott van egy másik híd, az az autópálya híd. Azt hívják új hídnak. Az a híd 1997-ben épült, és akkor most figyeljen mindenki, ez a vörös. A vörös híd, ez pedig 2005-ben, és ez a régi híd. Az ellentmondás persze csak látszólagos. Természetesen arról van szó, hogy ennek a hídnak az eredeti jel, akkor még régi hídnak hívták, 1929-ben készült. Ugye felrobbantották, nem volt híd, ez pedig 2006-ban újjáépítették. Az autópálya híd értelemszerűen akkor
abban a pillanatban már régivé vált, hiába volt effektíve új. Nem tudom, mennyire volt világos, de akkor is így van. Milyen jó fasz a kis jobbanó hely. Ha eszetek van, jobbanni fogtok, nem pedig följönni ezen a szerpentinen. A híd a nevét Masnenyiszáról, az itt mögöttem található kis faluskáról kapta. A híd mindkét végén sorompó van. Azért, hogyha nagyon tombol a bor, akkor leszokták zárni a hidat. Az alattunk található kis kanyon 30 méter mély, és mivel két tenger találkozásánál van, és azt köti össze, ezért a vízmozgás miatt nagyon bő az élővilága, elsősorban halakból. Szerintem az is valami halászati létesítmény lehet ott. A melepicit csatorna még egyszer, és a másik oldalon található, most lehet, hogy nagyon fog fújni, de mutatom, az pedig a Novigrádi tenger, két teljesen más jellegű tenger. Összefolyásánál vagyunk most. Van itt akkora szél, eszméletlen. Pedig ma még nem is bórás a nap. Azt mondja István Pisti, hogy kattintsak már róla egy felvételt, így hogy a Velebit is a háttérben. Így néz ki a híd a másik oldalról. Talán még jobban is, mint az előző oldalról, de mindegy. És ott a háttérben pedig látszik a másik. Még egy érdekességet mutatok, a Velebit délkeleti letörése. Azért ott is vannak egészen komoly hegyek, ott folytatódnak végig, és ott, ahol hirtelen úgy eltűnik, ott az már az Römája kanyon, az Römája pedig körülbelül úgy nagyjából ott folyik bele a Novigrádi tengerbe. Hát innen pont nem látni olyan érdekes a szög, olyan, mintha nem lenne ott semmi, pedig van, így el mindenki. Azt a partot, amit az előbb mutattam, Novigrádi Rivierának is hívják, 11 km hosszú, és azon fölül, hogy egészen fel tud melegedni a tenger, tehát fürdőzésre is nagyon fasza. Ezen kívül van még egy másik érdekessége is, hogy főleg tavasszal, olvadáskor félig édes. A magyarázat nagyon egyszerű, ez ugye egy beltenger, nem igazán forog a külső részekkel annyira, és az Romája pedig olvadáskor nagyon nagy mennyiségű édesvizet szállít le a Velebitből. Ennek köszönhetően bődületesen tiszta, ezért a legfőbb sportág a kagylótenyészet, ami nem is igazán sportág, hanem inkább iparág. Izgalmas a táj, szépen néz ki. Na, hogyha most néhányan felsóhajtottak, hogy na, három nap után kobrakóik végre már itt vannak a szigeteken, átjöttek a hídon, úgyhogy végre akkor már látunk valamit a szigetekből is. István Pisti már közölte is helyettem, hogy hát nagyon nem. Nem vagyunk ugyanis még mindig a szigeten. Ugyanis ezek a zavaros tengeröblök meg átkötések, csatornák, ezek csak arra jók, hogy jól megkavarják az embert, ugyanis még mindig a szárazföldön vagyunk. Annak ellenére, hogy tulajdonképpen mindenhol nem víz vesz körül minket. Ha István Pisti előtt itt eltekintünk hosszan arra, akkor ott is van egy öböl, az a neve, hogy Masnenyica öböl. Szóljunk újra pár szót az út minőségéről. Minden részben néha úgy egy-egy tőmondat elég megemlítem. Túl sok minden elemezgetésre nem szorul. Tökéletes. Ezt lehet mondani. Pisti egy nagyon lényeges információt mondott az előbb, ami úgy is ment a fejemből, de tény, hogy így van. Ez a Kvarner öböl legdélebbi pontja. Ebben, ebből következett persze, a túrány legdélebbi pontján vagyunk. Úgy döntöttünk, hogy letérünk a főútról, lemegyünk Pazadárjéba. Ugyanis itt 30 km után belső szárazföldi részen kell menni a park felé, és ez egyetlen lehetőség, hogy közel van a tenger, hogy hátra itt van valami plázs. Minden házon kint van 8 táblán nagy apartman kiadó, de hogy egy információs tábla, hogy merre van a plázs, legalább egy nyíl vagy valami, a görögök ezekhez képest ilyen szempontból mérföldekkel előrébb járnak. A bringás csávó körülbelül 10 percre próbálkozik a bemenetellel, most vagy nagyon hideg van, vagy annyira izmos, hogy nem mer. Na hát úgy nagyjából körülbelül ennyi a Novigrádi tenger. Fordulok szépen körbe, és akkor ami még fontos, hogy ott a fa alatt kiszúrtunk egy jó kis kajálóhelyet. Az, hogy én most valójában mit tehetek, vagy mit nem, az mondjuk egy továbbgondolás tárgya. Egy viszont biztos, hogy mi is pattanunk a vízbe. Atya úristen! A horvátokat is ellepték a migránsok.
akik szoktak engem követni, azok tudják, hogy én különleges kajálóhely specialista vagyok, és mindig új formákat próbálok ki. Minél extravagánsabb, annál jobb. Nos, itt akkor a legújabb, az pedig nem más, mint a tenger. Ide kikészítettem magam mögé az italt, és akkor itt van a helyi specialitás, a délszláv specialitás. Hát gyomorrontásra nem biztos, hogy jó. Sajtos burek, itt vettem még Stalingrádban. Van a másik fajta, a nem sajtos, a húsos, azt nem mertem megvenni. Egy picit tökben erős, meg szerintem olyan zsíros a tészta, de ugyanakkor meg a tápértékkel, úgyhogy nincs mit tenni, ez van. Viszont nem löglök meg a melegtől. Leégés az meg mondjuk más kérdés. Egyébként István Pistit vezettem, szintén a étkezést választotta, nem csak kicsit konzervatív formában. Minden marhaságra nem kapható. Nem értem, hogy miért. Muszáj volt teljes egészében bemerülni, mert eszületlen, hogy milyen meleg van. Ezerrel tűz a nap. Mondjuk előbb-utóbb biztos, hogy vége van a jónak. Holnap 7 fokban tekerni a szakadó esőben. Ezt a mondatot valahogy nem tudom elhesegetni magam mellől. Jöttem már a tengerből, azt mondja István Pisti, hogy folytatom, akkor lesz nézettségem, mert ilyeneket néznek. Úgyhogy nem kizárt, hogy ezzel a tengerbelevéssel, ezzel már bekerülök a beszarós live meg a Barbie divat közé, nem? Körülbelül nézettségbe. Pisti azt mondja, magyarázom meg, mi az, hogy beszarós live. Figyelj, van olyan YouTube csatorna, ahol a faszik járkálnak különböző helyekre, és akkor nyilvános helyeken beszarnak a gatyába. Nem tudom, hogy oldják meg technikailag, és akkor ez fel van téve a netre, lehet rajta röhögni. Hogy menekülnek el a őrzők elől? Tehát amikor, mert ezek nyilván... Nem tudom, ne tippeljél, mert én sem láttam még. De hogy van ilyen, az biztos. Szia Pisti, hogy az ápolókat ott tudják kicselezni. Hogy hogy lógnak ki az elmegyógyintézetből. De ez jó kérdés, az előbb nem értettem. Még már világos. Mondom a tényeket. Ma jöttünk 27,8 km-t, délután 3 óra van, és ami még rosszabb, hogy ettől a sebességtől még a vihar is gyorsabb. Itt van a nyakunkon, szerintem fél óra is állunk. Ez a település, illetve itt az öböl partján még körülbelül vagy 3, valamint a Velebiti csatorna mellett levő 4, ez egy Jasenica nevezetű központi régióhoz tartozik, amit a szerbek maguknak követeltek. 91-ben megszállták, és mikor jöttek a horvátok, és kiverték őket innen, akkor a települések jó pár részét felgyújtották. Hogy pontosan ezzel itt éppen mi a helyzet, azt nem tudom, de ezek itt mindenképpen eléggé zakkant épületeknek néznek ki. Érkezünk a elágazáshoz. Itt lehet átmenni Páge felé. A Zadar 20 km, Nín 20 km, és Vír pedig 30 km. Elsoroltam a környék összes látnivalóját, hát Zadárt a nagyvárost értelemszerűen kiadjuk, mert már megcsúsztunk időből, ráadásul fenyeget az ápor onnan. Itt vannak a park fontosabb települései, és hát a kilométer adatok nem túl biztatóak, főleg úgy, hogy 4/4 van, és ráadásul innentől valószínűleg szembeszél lesz. Az időbeli lemaradás, illetve az időjárás várható katasztrofális mi volt a miatt. Néhány dolgot összeraktam a fejembe, egy B-tervet próbálok most körvonalazni, ami persze nyilván feladásokkal fog járni, de most itt a felüljáró alatt megszemlésik az internetet. Az Adarra mára nem volt eső, ahhoz képest azért az egész szépen ott van. Mutatjuk a zivatarláncot, tehát az Adar nagyjából úgy körülbelül ott van. De szerintem az már a holnapi. Hát a dél-kelet felől. Hát de több mindegy, onnan jön, de oda jön. Na, mondom, a következő a tényállás, azt variáljuk most, hogy mi van akkor, ha kihagyjuk Pagot és Rabot, hanem egyenesen megyünk Losinyra, mert ugyanis a holnapi nap az gyakorlatilag használhatatlan lesz. 9 fokban kellene tekerni az orkán erői szélben, legalábbis ezek az előrejelzések. Tehát ugye lenne az a lehetőség, hogy most éppen itt elindultunk, itt körülbelül vagyunk.
és hát vagy itt valahol elmegyünk, akkor még nincs meg esetleg bűrt, megnézzük még egy időnk talán van, és akkor lejövünk ide Zadár előtt, valahol itt elvackolunk, és akkor reggel beülünk Zadáron a komba, és akkor hát itt nagyon érdekes, hogy a szigetek között megy, és akkor fordítsad ezt, Pisti. És akkor itt mutatom, hogy aztán valamikor itt megérkezik. Na most figyelj mindenki, hogy hogy van a menetidő. Mutasd! Na. Indul reggel valamikor 9 óra 9 körül, órakor. És érkezés? 16 óra. 16 óra. Na ennyi idő alatt ér végig. 7 óra. 7 óra alatt. Na most hát, hogyha teljesen szar az idő, akkor legalább megvan oldva a szállásunk például, ugye? Az mondjuk jó kérdés, hogy mondjuk mennyire fog menni, mert ha minden állomás is megállóért megáll, amire egyébként meg simán van esély, akkor bizony az eltartik ide olyan mindegy, egy kompon aludni is lehet. Na, meghoztuk a döntést, nem volt egyszerű. Több variációt, több szoftvert lefutottunk, hogy tudományos legyek. Ha itt megyünk tovább az eti tervek szerint, akkor holnap és holnap után óriási szívás van. Telibe éjszakra végig kell menni ezen a sivatagos szigeten Pagon, orkán erejű bórában, és ráadásul 9 fokban északi irányba, gyakorlatilag az élvezeti faktora a nullával egyenlő. Utána Rápszigetre valamilyen úton, módon átmenni, na az se lenne túl könnyű. Ezért most azt találtuk ki, hogy az utána következő célpont, Szres, illetve Losiny, ahova jóval jobb időt mondanak. Na most erre egyetlen megoldás van, itt van a nagyváros 20 km-re tőlünk Zadar. A legrövidebb út az ez, bejövünk Zadárba, igen ám, de a komp, amiből csak egy árat van naponta, az nem Zadárból, a óvárosból indul, hanem valahonnan innen lentről. Mi nem tudjuk pontosan, hogy honnan, itt mutatnak egy kikötőt, valószínűleg innen. Tehát ezt kell megcsinálni, hát ez már önmagában nem egy rövid táv. Reggel 9-kor indul a komp. Kicsit visszaugorva az eredetre. Jöttünk volna végig Pagon, ugye ezt már reggel mutattam. Itt van a Novájánál, itt kimentünk volna a szárazföldre, de ugye itt most tombol majd holnap az orkán erejű szél. Végig megint a parton, aztán át Rabra, végig Rabon, és akkor itt Lopárnál kompoltunk volna át először Kölkre, majd pedig Szresre. Aztán Szresről visszajöttünk volna egész Lelosinba. Most ezt a teljes kört, ezt hagynánk most ki, illetve megspórolnánk Szresen az egyik utat, mert akkor oda vissza lehet volna, így meg akkor csak egy irány van. És akkor utána szépen arra megyünk majd ki. Előfordulhat, hogy most így első egy kicsit bonyolultnak tűnt mindenkinek, különben nekünk is az, és egyáltalán nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Most kockáztatunk, rögtönzünk, úgyhogy innentől kezd már igazán izgalmasra várni a túra, főleg úgy, hogy holnap itt a hideg fut. Egyelőre ez. És akkor adalékként az időjárás jelentés hozzá. Holnap van péntek, akkor van a szopacs, azt áthajózzuk, és akkor szombat, vasárnap Losiny, illetve Szres, úgy tűnik, hogy rendben van. Reménykedünk benne, hogy ennyire közel azért már eltalálják pontosan az időt, majdnem szinte percre. Na, akkor elindultunk visszafelé, bele az esőbe mondjuk úgy. Hát ott a hegyek fölött tényleg nagyon rondán néz ki, de amíg látjuk a forgó tornyokat, addig szerintem még túl nagy gáz nincsen. Előttünk a Novigrádi tenger továbbra is, most itt visszakanyarodunk a magisztrálára, és valószínűleg itt elmegyünk keresztül a hegyen. Az Zadar egy 20-as, ezt még éppenséggel meg lehetne csinálni, igen, nem csak hogy ez a kikötő, amit keresünk, ez Zadarnak a déli részén van valami gradica, vagy micsoda. Még ez nincs meg pontosan, hogy mi, hol. Na most az van, hogy még jó lenne most megnézni a kikötőt, hogy egyáltalán van-e hajó, vagy nincs, vagy hogy amiket most itt visszakerestünk a neten, az minden stimmele, akkor utána majd kell valami szállást nézni. Én úgy döntöttem, hogy beválunk egy vadkempinget, hogyha meg tudjuk oldani. Ezen a környéken, bár elég furcsának tűnik, de én például találnék táborhelyet. A belső régiókat meg amúgy sem figyelik annyira. A tengerparti rész az egy más tészta. Lassan érünk fel a hágóra, ott a Velebit hátul, az Adari autópálya. Az eső felhő meg körülbelül odáig ér, lehet látni. Itt viszont a tenger fölött már szétoszlott, egy picit szétterült, megszelidült, úgyhogy talán, hogyha szerencsénk van, akkor megúszunk eső nélkül. Továbbra is a magisztrála, forgalom most már egy picit nő, közeledünk Zadárhoz. A táj teljesen semmitmondó és jellegtelen. Egyedül a háttérben, ott egészen hátul a Velebit kanyarjai mutattak valami látnivalót, de azok ugye hátunk mögött vannak. Iszlám Latinszki, jó név. Egyszerre mindkettő, mi biztosra mentek. Közben már vizsgatjuk a
macskáink kigezési lehetőségeket is. Egyelőre nincs probléma. 11 kilométer múlva már mutatja is a Zadári óvárost. Ezzel csak egy baj van, hogy Zadár megtekintése kerékpárral meg főleg. Bemenni a Gyumbújba, körbenézni az érdekességeket, az több mint fél nap. Ez volt az egyik ok, ami miatt kiterveztem a Kvarner körből. A másik meg értelemszerűen felesleges zsákutca ezen a teljesen jelektelen tájon. Nyilván ez most a mi szempontunkból egy kényszer megoldás, de a dolgot nem változtat semmit, hogy látnivaló az nulla. Sajnos az a baj, hogy kerékpártúrás szempontból is nagyon unalmas, mert ez a úgynevezett csetája, hogy szoktam mondani, hogy állandó lefelé ringispil, nem magasra, ez teljesen nyírja az erőnket. Végképp ne fulladjon unalomba ez a mai rész. Akkor egy kommentre gyorsan válaszolnék, kerékpárosok, többször is nehezményezték már, hogy kevés a műszaki dolog a túrákon. Kerékpár, felszerelés, stb. És bár most lenne időm részletezni, de nem teszem, mert nincs kedvem egyrészt. Másrészt a forgalom miatt is veszélyes túl sokat kamerázni. István Pisti évek óta ígér egy csomagbemutató blokkot, amit hát a mai napig nem tett meg, viszont videón van azért egy részletesebb áttekintés róla. 3 évvel ezelőtt unalmunkban Svájcban egyszer szétpakoltunk a kempingben. Szétpont Svájc 6. rész, Gletscher kanyonok szorításában a címe, tessenek megnézni. A kerékpár műszaki állapotáról meg azért nem értek ezek túl gyakran, mert nincs mit, nincs változás. Nyilván a kopóalkatrészeket cserélgetjük, de attól még az ugyanaz. Ha van valami újdonság, például most ugye ez a lámpa, akkor arról persze mindig ejtek néhány szót. De ez ugye 160 videó után már szétoszlik. Elképesztő, hogy mennyire bunkók a horvát autósok. Főleg ezen a részen tapasztaljuk nagyon. Állandóan dudálnak, de agresszívan. Tehát nem ez az üdvözlő dudálás, mint a Balkánon bárhol. És annyira nem keskeny az út, hogy nem férnének el. De persze ugye egy se fékez, hanem bejönnek mellénk ezerrel. Most vagyunk itt, nem is tudom már, ez a 4. nap, igaz, Pisti? Jó, hát még nyilván ez nem viszonyítási alap, de idáig még pozitívumot a horvátokról nem tudok mondani. Most túl azon, hogy az autósok dudálnak, mondjuk az egy dolog, na de hogyha most csak leegyszerűsítjük oda, hogy kiveszünk a természeti látványosságokat, és mondjuk az emberekre koncentrálunk, akikkel mi beszéltünk, akikkel találkoztunk, kempingesek, vendéglősök, szállodatulajdonosok, akiknél érdeklődtünk, mind uralmas papofa, a kompromisszumkészség teljes hiánya mindegyiknél. Pedig még az alkudozást sem erőltettem, pedig ebben nagyon jó vagyok. Én megértem, hogy elegük van a turistákból, de akkor a pénzükből is legyen elegük. Vír, Min, hatalmas betűkkel, hatalmas transzparenseken keresztül reklámozzák már kilométerek óta a két helyet. Itt sziasztázunk, forcsolgatással egybekötött térképnézegetés, és hogy lehetne letakarodni erről az útról. Itt vagy kétszer majdnem elpusztultunk. Na, mondom, hogy mi a helyzet, ebben a kereszteződésben vagyunk, ott azokat az autókat mutatom. Azok nem tudnak kikanyarodni már körülbelül egy olyan 2 perce. Szóval a helyzet az, hogy itt nekünk tovább kellene még jönni körülbelül idáig, aztán pedig így valahogy ide le. Most Pisti azt találta, hogy az életünk többet ér, jöjjünk le itt, és akkor csinálunk itt a repülőtér alatt majd egy kerülőt, és akkor úgy vergődünk ki a tengerhez. Valószínűleg ez lesz a betűtő. Csak figyelj, ott bent azt a házat, azt szerintem jól lehet látni. Ki vannak égve? Arra hátra is. Mindegyik. Bizony, ezek háborús maradványok. Hát ez valami katasztrófa. Itt van a falunak, ez a belfalu. Gyakorlatilag csak szétlőtt, romos házak. Egyértelműen égés nyomok mindenhol. Na most két dolog van, hogy vagy az van, hogy mint a Boszniában, hogy nem foglalkoznak vele a tulajdonosok, elmentek, ott hagyták kész, vagy a másik variáció, hogy az előzött szerb lakosság hagyta itt, a horvátok meg nem építik újjá. Na mert a kainai szervek 91-ben teljesen körbe is vették Zadárt, végül magát a várost nem tudták bevenni, de jugoszláv névhadsereg eleinte még bombázta is repülőről. A kainai szerbeknek tengeri kiárat kellett, és Zadárt szúrták ki, hogy jó lesz az majd nekik, mert az úgyis itt van közel. Először blokkáddal próbálkoztak,
majd miután a horvátok a szigetekről kompokkal, meg mindenféle alkalmas járgányokkal, ezért próbálták meg többek között például Pax-szigetét is kikapcsolni az utánpótlási vonalból, a hidak megrodgyantásával, de ez csak részben sikerült, és például Palg volt az egyik legfontosabb utánpótlási vonal a háború alatt Zadár felé. A dologhoz azért hozzátartozik, hogy a Zadár elleni hadműveletek nem tartottak sokáig, ugyanis mikor a világsajtót bejárta, hogy egy jugoszláv harcigép az óvárosra rárepül és megszórja bombával, óriási nagy durrogás lett azonnal. Milosevic visszapúzta egy picit a gyeplőt, és akkor így a jugoszláv néphadsereg kiszállt a buliból. Utána a krajinai szerbek pedig már kevesek voltak ahhoz, hogy érdemben bevegyék a várost. Nem is próbálkoztak tovább. Bejöttünk most ide, egy ilyen nagyobb helynek tűnik, itt van egy hatalmas katolikus templom. Érdekes módon pravoszlávot egyet se látni. Gondolom, hogy megvan az oka. Pisti pedig nem kapunk hangszórót. De vizet sem. Jó. Na igen, miért is vártam volna többet. Hát igen, ezen a környéken minden a délszláv háborúról szól, akik életüket áldozták a horvát földért. Az nem semmi. Van itt levendula illat. Én nem tudom, voltam Boszniában is 4 évvel ezelőtt, de ilyen koncentrációban a háború nyomait nem annyira lehet azért felfedezni. Ott a temető. Gondolom, jól tele van. Kisán Pisti most éppen azon problémázik közben, pont elmondtam már, ami neki furcsa, hogy miért nem bontották ezeket, mert megvan az oka. Persze, mementóként. Mert mementóként, meg még egyszer mondom, a szerveknek a titkaihoz nem nyúlnak, akiket elül. Még az idő is megállt, a toronyóra is késik. Ott vannak a golyónyomok, végig a pékség, ahogy ripityára lett lőve, meg ez a ház is. Merőben érdekes fordulatot vett a túra látványvilága. Éppen azon gondolkozunk, hogy milyen jó táborhely lenne például ezekben. De hát ugye aztán Bosznia óta tudjuk, hogy na, ide bemenni, az aztán tényleg a halálos ítélet megszorozva kettővel. És az is előfordulhat, hogy azok az emberek, akik itt laknak most ennek a romos házak mellett, hogy ő saját maga gyújtotta fel a más nemzetiségű szomszédját. És akkor utána mementóként ott él emellett a ház mellett egész életében. Remek hadkeringező helyek vannak, mindenhol jól látszik. Na csak akkor most ezek után, az egy dolog, hogy ez volt a faluba. De mi lehet kint? Itt körbe? Mert ugye ez meg a csatamező. Végül is most megyünk Zadár felé, ott a gerincen túl, ott van Zadár. Valószínűleg a hegytetőn volt a frontvonal. Egy kicsit tovább gondoltuk, már mondom, vegyük már az aknatérképet, hogy mégis miről van szó. Hát nem túl rózsás a helyzet, mindjárt mutatom. Azt mondja, hogy itt van ez az Adári félsziget, és mi itt, ebben a csücsökben vagyunk most, itt, ahol ilyen jó pöttyös, jó piros pöttyös. Amit mondtam, itt volt a Velebit gerincén végig az aknás, az aknazár, és itt pedig, ahogy lenyomultak ugye ide a szerbek, ezt a részt is itt szépen körbe pöttyözkedték. És mi ezen a sávon jövünk most lefelé. Egész a partig. Úgyhogy a faszábnál faszább táborhelyek azok úgy néznek ki, hogy ott lehet látni, hogy itt 25 éve nem volt semmi művelve. És akkor most kockáztassuk meg Ornat. 6 óra lesz 10 perc húla. És egyébként Pisti, emlékszem rá, hogy mikor fent ott az Alanhágón, tudod, a házban. Kérdeztem a horvát fiatalokat, és akkor legyintkeztek ott a Velebitbe az aktákra, és itt ezt a lenti alsó részt mutatták. És én azt is mondtam nekik, hogy nem érdekes, mi mire úgy sem megyünk. Erre most tessék, most itt vagyunk. Na, ebben a másodpercben érkezünk az Adari reptérhez. Ott van egy infrastruktúrája, talán is lehet olvasni, igen. Most különben az történik, hogyha valakinek nem lenne világos, hogy alulról, ilyen szervízfolyosón besúnyogunk a város alá, tehát a nagyvárost kikerüljük, és megpróbálunk itt azon a hegygerincen ott, mindjárt mutatom, ott István Pisti feje fölött, azon begurulni Zadárba, és le az alsó kikötőbe. Ugyanis még le kell csekkolnunk azt, hogy holnap egyáltalán tényleg indul-e valami, vagy pedig akkor lyukra futottunk. Amíg ilyen nyugi van és tudok beszélni, pár szót a közelben található két turista célpontról, Virről és Ninről. Mindkettő itt a Zadári félsziget északnyugati csücskében van. Nin az tulajdonképpen egy ilyen laguna, egy ilyen valamikori folyó meder lehetett, folyó torkolat, ami visszahúzódott, és a tenger ellepte.
és ilyen körgyűrűszerűen homokmurénákat formáltak a hullámok. És így a természet nagyon faszafrappáns strandoló helyeket alakított ki. Na mondjuk fel is van kapva rendesen, de maga a város is érdekes. Úgy néz ki, mint a görög Etolikó. Ha valaki látta az én görög sorozatomnak az első részét, abban volt ez az Etolikó. Szintén ugyanez a Missolonghi lagunák kellős közepén ült a város, bent a lagunában, és így ilyen hidakon lehetett bemenni. Horvát történelmi érdekesség is kötődik a városhoz. Ez volt a horvátok koronázási székhelye, hasonlóan, mint nálunk Székesfehérvár. Közben itt mellénk húzódott a kifutópálya. Ezt szigorúan csak annak mondtam, akit ez érdekel. És akkor még ott van Víl, a vörös szikla. Nem egy nagy durranás, de a magyarok körében fel van kapva, mert egy csomó magyar apartman tulajdonos van, és hát a magyar hova szeret járni? A magyarokhoz, nem unja őket eleget. Fél hét van, megint eltelt egy óra, megpillantottuk a tengert, ott egy öböl. Szemben szerintem az az Úrgyannak lesz a egyel bentebbi szigetnek a gerince. Sajnos ez az útvonal rossz választás volt. Mondjuk látványos volt, érdekes volt, leginkább negatív értelemben, de ugyanakkor viszont most valahogy alulról kellene felmennünk Zadárba, és a GPS-ek teljesen megbolondultak, hát én csak tippelni tudok körülbelül, meg az érzéseimre hallgatni, szerintem meg fogjuk találni, csak mindig minden idő kérdése. Ez a Sukosán, ez van a parton, és akkor utána még Bibinje fölfelé, és akkor azután van valahol, ami nekünk kell. A táj újra kezd átváltozni ilyen mediterrán cserjésbe, úgy közeledünk a tengerparthoz. Értelemszerűen a táborhelyek esélyre ezzel együtt csökken. Na hát ez itt Sukosán, az öböl, jók azok a pálmafák. Ugye a D8-as magisztrála, most az érdekességet még visszafelé, mert csinálni meg a kört. Két város között van itt egy erdős terület, itt a másik oldalon is ilyen parkerdők vannak, ilyen mediterrán fenyők, és akkor gondoltam, már benézek ide is, mert az olyan jónak néz ki, ezt tessenek figyelni, ott. Olyan faszául néz ki, hogy így szinte, inkább másképp mutatom, ezt, szerintem ezt talán jobban lehet látni. Ott elindult fölfelé. Nem tudom, látszik-e. Ott. Az akkora, mint a markom. Itt van keresztben velem a hálója. De ugyanez itt fölöttem is. Ez mondjuk most nem mozdul, ezért nem látni. Ez katasztrófa, hogyha egy ilyen beleakadtunk volna. Ezt szerintem meg is tud ölni. És az a kérdés, hogy arra befelé még vajon hány ilyen van? Mert egyébként meg a táborhelynek faszáról nincs ki. Megpróbálom valahogy őket leütni, és hogyha ott meg oda belém mar valami. István Pisti jön a karóval, azt mondja, hogy ő nem fél a rovaroktól. De nem láttad még a méretét. Nézd csak! Itt van fölött. De ne ott üsd le, hanem a... Ott. De nem jó! És hogyha a nyakadra esik? Hol van? Nyíld ki! Jó, na ott a másik. Nézd csak, itt van szemben. Vigyázz! Legalább oda találtál volna. István Pistit előre küldtem. Jó. Jó a gyakorlat. Ja. Hát, hogyha két ekkora pók ilyen hálót tudott itt veszteni, akkor biztos, hogy ide nem jön be senki. Ott a jobb, ott a fasz a hely? Igen, nem olyan túl jó a talaj, de szerintem ide visszajövünk. Figyelj, ide visszajövünk, ha nincs más. Még erre begyaloglok, hát ez még egy picit jobb. Nyilván ez is magánterület, de hát ha valahova. Igen, hát valahova elsúvasszuk. Faszlattakarásban van minden oldalról. Még 5 kilométer a kikötő, most megnézzük, hogy mi a helyzet. Ha addig nincs semmi, akkor ide visszajövünk. Pisti! Azt tudod, hogy ez az agresszív roverírtásod, ez némely nézőben majd ellenérzéseket fog kelteni. Annyit üzent az aknofóbiások, biztos az ő oldalát fogják, és azokból is van annyi, mint a másik táborhely. Megvan a fix táborhely, de kicsit messze van 5 kilométer, az ugye akkor oda-vissza 10, mert azt ugye meg kell csinálnunk akkor még holnap reggel újra. Itt viszont találtam egy szeméttelepet, az van belül. Na, ez már az én műfajom, úgyhogy hát, ha itt is lesz valami.
Zadar Industrial Zóna. Imádom az ilyen helyeket. Na, a GPS behozott egy zsák utcába, de legalább megnézzük az Adári. Az Adári pirovítót. Tudom, hogy a hollapomunk itt van egy adakozás, támogatás. De se neki volt a rákat. Sokan azt gondolják, hogy azért, mert a brigatúrákat ott lehet támogatni. Nem, szépen olajpirovítóra. Na, ilyet se láttam még közelről. Na, megtaláltuk az első bringa utat. 4 nap után Horvátországba, körülbelül egy olyan 150 méter, és talán oda vissza, hova megyünk. Igen, ott van, hogy Ferry Port angolul is kiírták, hát reménykedjünk benne, hogy akkor ez már az, de nem kicsi, nem kicsi, az látszik. Sőt, még itt úgy látom, hogy a kerékpáros közlekedés sem túl egyszerű. Viszont a leanderek azok szépen virágzanak. Na akkor tájékozódunk. Ami látszik, hogy nem egy egyszerű kikötő, de talán meg lesz, mégpedig pont a naptól nem lát ide, én azért olvasom, Pimura Losin Silva Olib Ist, és szerintem itt lehet a jegyet váltani. Na nézzük! 6. hó 1-től 28. Ez a 401-es előtt. Aha. Hát elvileg stimmel a holnap reggel 9 óra, akkor ahogyan neten néztük. És akkor mikorra érkezik? 15.45? Uh-huh. Hú, azért az szép. Elviszi a napot, de szerintem azért kérdezzük meg, az a biztos. Na jó, hogy bementem, Pisti. Adtak egy ilyen tájékoztatót. Hát először is úgy tűnik, hogy utájába fog kerülni a jegy, de arról majd még rátérek. Viszont holnap vagy van jegy, vagy nincs. Most viszont még van pár darab. Nagy hajó, de mivel holnap péntek van, ezért igencsak megtömít. És valóban majdnem egy napot megy. Megáll minden állomás, és megáll a jegy. Na, megvettük a jegyet, 236 rúgó volt, ami azt jelenti, hogy körülbelül fejenként egy olyan 4 és 5 ezer forint között jön ki, és ezért utazni fogunk hajóval majdnem egy napot. És éppen azt beszéljük, hogy ebben benne van a kedvény is, illetve az esőbeálló, meg minden még pluszba. Úgyhogy lehet, hogy jó óra tettünk, de várjuk ki azért a végét. Bejöttem a reptér mellett egy ilyen romos, talán nem háborúsérült szállodakomplexumba. Jó hely, csípem az ilyeneket. Akár még egész fasz a táborhely is lenne. Csak egy gond van. Ott világít egy keményen oda dolgozott kula. A kompterminál itt van az épület mögött. Na majd meglátjuk, hogy Pisti mennyire kapható az ilyenre. Este 8:30 van, még mindig Zadár külvárosában keringünk. Nem tudom miért, de valahogy olyan érzésem van, hogy az óváros lehet, hogy szebb. Háttérben az Uglián sziget körvonalazódik, de egy hosszú sziget itt van párhuzamosan Zadárral, közötte van a Zadár csatorna. Az első benyomásom Zadárról, ami valószínűleg az utolsó is lesz, mert túl nagy kört nem fogunk csinálni, most már szinte biztos, mert táborhelyek vannak dövivel, hogy elképesztő, tiszta szemét minden. Akármelyik lyukba mentem be, mindenhol ilyen sumák szemétkupacok lepakolva. És akkor egy felettébb érdekes statisztikai tény ezzel kapcsolatban, Horvátország a legtisztább ország Kelet-Európában. Némiként ellentmond annak, amit én láttam a Balkánon, de hát annyira mégsem, mert azért itt is szétnéztem. Ha viszont kicsit kitágítjuk a statisztikai forrást, akkor Nyugat-Európában már csak a 20. Magyarul gyakorlatilag minden nyugat-európai ország megelőzi. És persze minket is. Gyere be. Otthon sokan hívják a Lidl-t Lidlinek. Na most az a nagyon érdekes az egészben, hogy itt is. Nem is gondolná az ember, úgy látszik, hogy minden nyelven kimondhatatlanul hülyén hangzik. Még egy érdekesség, van bent budi. Nálunk ugye sehol nincs, és akció is van. Egyet fizetsz, kettőt szarsz. Na hát én teledurrantottam, ahogy kell. Most azon gondolkozok, hogy meg kéne várni a következőt, mert hát én nem szívesen hagyom bent a kedvezményt. Mit szólsz hozzá, Pisti? Majd reggel. Megtaláltuk az optimális kajálóhelyet. Egy forgalmas főút, egy zakkant betonszegély, és kellőképpen sötét. Itt az egyik tavernában olyan sült bálányt grilleztek nyílt lángon, hogy még a taknyom nyálam is összefolyik. Na,
mindig mit, hogy mit csinál a házmester? Este szőrt iszik, reggel havat hány. Na, hát ez tegnap nekem is megvolt az a különbség, hogy este és nem havat. Na, hát most az igazság, hogy diétázunk el. Kapitja az előbb megszólalt, hogy ez a jó zsíros burekkel aztán nagyon is lehet, tehát kimondottan estére való. Hát azt én kérdés, hogy legszívesebben zsírban pácolt hájat ennék koleszterinnel, mert nekem a biciklitúrákon az a fő táplálkozási formám. Sajnos most muszáj kicsit visszafogni magam, egyelőre úgy néz ki, hogy még talán ne kopogjuk el mindenre. Mindenesetre érdekesen alakul a túlra. Nem tudjuk, mi lesz a végkifejlet, egy biztos, hogy most aztán innentől semmi forgatókönyv nincs. Majd alakul, meglátjuk. Én minden esetre rögzítek mindent, mennyire ezt észletlen, majd kiderül. Egy érdekesség, Kicsinek is mondom, mert nem hallotta, hogy hát vettem most ilyen ementári sajtot, mert ugye most azt lehet venni sajtot, és Szerigrádon bementem a kis Konzumba, és mondom, kérek azt a helyi különlegességet, a pagi sajt, ez a pák kiszír. Mondom, én azt megkóstolom, mert hogy világhírű. És akkor nézegetem, látom, ott van, na mondom, akkor abból, erre kiveszi a nő, mondom, hagyd nézzem már meg, hogy körülbelül milyen az árva. Na, Pistját, kapaszkodj meg, azzal nagyon lehet ütni egy ember. Tehát az még a kőtől is keményen. Lehet, hogy arra is használ, fegyvernek. Fegyvernek látszótál. Különben ebben az a logika, hogy állítólag, Fagisajt azért nagyon fasza, mert Ágona-szigeten, most már ugye nem megyünk, úgyhogy elmondom így utólag, hogy nincs tövényzet egyáltalán, és ezek a bárányok, birkák, kecskék, amik ott vannak, mindent lelegelnek, de leginkább ezt a száraz pólót a gyógynövényekkel együtt. És állítólag, amikor a gyógynövények virágoznak, akkor a legjobb az a sajt, mert az a tejben összeadódik, és hogyha minél szárazabb az évszak, annál sósabb, és akkor ettől a nagyon fasza lesz. És gyógyító hatása van meg minden. Na mindegy, én nem kóstoltam meg, mert nekem beletört volna a fogam. Közben becsippantottuk az adari műhold felvételt, és itt látszik, hogy jön a hidegfront. Most ez csak azért nagyon lényeges, hogy a sátrot mennyire kell felvenni, hogy lesz-e vihar. Pisti, szerintem ez reggelig nem ér ide. Bízunk benne. Úgyhogy szerintem slendriánul elég felvenni a sátrot. Ha meg igen, akkor meg igen nagy ugrálás lesz kifelé. Élednek a horvátok. Megy a VB. Remélem kipapnak. Akkor bestruktúráljuk magunkat a táborhelyre. Ott figyel a hold. Egyébként elárulom, hogy fasza a táborhely. Egy illegális szemétlerakó bevezető útjának a kellős közepén. Nem tudom hányan kijelik, hogy ott suttogok. Semmi értelme nincs, mert nincs itt senki, de a hatást. És mondjuk, hogyha nagyon komolyan veszük, akkor van miért izgulni, és Horvátországban a vadkemping bünti 700 euró. Sőt, ha hivatalosan járnak el a törvény szerint, akkor még a teljes vagyonelkobzás is, ami azt jelenti, hogy le kell foglalniuk a sátrat, az összes cuccot, egyedül a kaját vihetem ki, amíg a bírósági tárgyalás le nem zajlik, ami, hogyha hétvégére esik, akkor addig meg kell oldalom, hogy ott tartózkodjak, mert az útlevelet is bevonják. És akkor ezt reklamáltam én meg, azt hiszem talán valamelyik horvátországi fórumon, és akkor nekem ugrottak. Mondom, hogy az egész egy parasztutítás, mert az egész csak arra megy ki, hogy lehozzák az embereket pénzügyileg. Nyilván a probléma igazi lényege az, hogy amióta elterjedt ez a karavános turizmus, a lakókocsisok, annak idején azért pont ezért vették, hogy spóroljanak rajta, az otthoni körülményeket elvigyék, és akkor mindenhol ingyen. Eresztik le a szart, duhajkodnak, zajonkodnak, és az a probléma, hogy a törvény ezt teljesen összekeveri az ilyen kerékpártúrázókkal, gyalogtúrázókkal, akik tényleg csak este besúnyognak 10-kor, reggel eltűnnek, mindent magukkal visznek, mintha ott se lettek volna. Adjunk annyiból, hogy szar a törvény, de akkor is ez van, tehát ez tény, ezt kell betartani. Kijöttünk Zadar ipari zónájába, itt régi jugoszláv gyárak vannak, mind lezárva, lepukkanva. A bejutás nem egyszerű, ez szerintem jól látszik. Ettől már majd csak a kijutás lesz nehezebb. Jössz? Most azért jövök előre, amikor jöttem be gyalog, akkor mindenféle mozgások voltak a különböző irányokban, és szerintem kígyó. Úgyhogy mondtam Pistinek, mert nagyon fosik tőle, hogy most úgy teszek, mintha én nem, de előre jöttem.
zavarjuk először szét őket, bár ilyenkor szerintem a kígyó már elül. A skorpió az viszont éjszaka mozog, úgyhogy muszáj lesz a sátrat normálisan felverni. Ennél a szúrós szarnál kell nagyon vigyázni, Pisti, mert ez olyan hegyes, hogy ezt szerintem még a brigát is kiszúrja. Aha. Na, itt a talaj. Annyi, hogy eléggé keményen taposgálni kell. De volt olyan kempingünk, ami ettől szarabb talaj volt. Igazi tábolyhely specialista vagyok. De különben meg nekem teljesen akárhol jó. Tehát én akár a fatetején is el tudok aludni. Különben meg fára nagyon tudok mászni. Tehát annak idején gyerekkoromban, meg aztán végképp. Tehát lehet, hogy összefüggött azzal, hogy olyan majom pofám volt, hogy Hajdú Péter elbújhatott mögöttem. Ezt azóta szerencsére már kinőttem. Mármint, hogy fára már nem tudok mászni. Majom pofám az még lehet, hogy megmaradt. Na, szóval egy szó is száz. Mai napot most befejezzük. Holnapi naptól jön a rögtönzés, és az, hogy mi fog utána következni, az majd kiderül. De lehet, hogy csak a tárgyaláson. Viszlát!